Jó estét kívánok a résztvevőknek, a jelenlévőknek. A következő órákban Jónás Leventével, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti alelnökével fogok vitatkozni a nemzeti radikalizmusról, illetve a nemzeti radikalizmus miben létéről, már hogyha egyáltalán jelent ez a fogalom valamit, és nem egy zavaros szabadkártya tulajdonképpen bármire. Jelen Magyarországán az ország kifosztására, felhatalmazás bármire, ami a nemzetre hivatkozva megvalósítható, hogy tulajdonképpen nem több vagy nem egyéb, mint egy hivatkozás, mint egy felkiáltás, amely jogosultságot, amely felhatalmazást kínál jóformán bármire. És ezt a keretet, ezt tulajdonképpen bármivel fel lehet tölteni. És amivel feltölti, az éppen aktuális népvezér, nemzetvezető, az lesz a nemzeti érdek. Tehát, hogyha egy kulcsosadóval és neoliberalizmussal tölti fel, akkor az lesz a nemzeti érdek. Hogyha nagy birtokrendszerrel és a spontán privatizáció második országos hullámával tölti meg ezt a keretrendszert, akkor az lesz a nemzeti érdek, hogyha Benjamin Netanyahu-val szövetkezik. Akkor az lesz a nemzeti érdek, hogyha Vlagyimir Putyinnal szövetkezik, akkor az lesz a nemzeti érdek, de ha éppen bepucsít a német autógyáraknak, akkor meg hát nyilvánvalóan az lesz a nemzeti érdek, mert mindig az a nemzeti érdek, amit a nemzeti radikalizmust éppen, a nemzeti radikalizmus mint blöfföt éppen felhasználó erő, úgynevezett nemzeti erő, annak nevez. Nyilvánvalóan a saját gazdagodását, a saját hatalmának az elmélyítését, a saját leválthatatlanná tételét. Bocsáss meg, hogy közbeszólok, de a nemzeti radikalizmus nem a NER-nek a hosszabb változata. Hát akkor mit jelent a nemzeti radikalizmus? Mert én nagyon szeretném érteni ezt, de azt látom, hogy ennek nincsenek exakt ismérvei. Nincsen konkrét definíciója, ellentétben mondjuk a konzervativizmussal, ellentétben mondjuk a pragmatizmussal, ellentétben mondjuk a fasizmussal. Ezek jobboldali gondolatrendszerek, és mindegyik nagyon jól körbejárható, nagyon jól definiálható, nagyon, nagyon konkrétan megnevezhető, hogy miből áll össze, hogy ez a gondolatiság, ez nagyjából milyen keretbe foglalható. Ezzel szemben a nemzeti radikalizmus az tulajdonképpen nem más, mint egy érzület, egy blöff, meg egyfajta hóbort, és egy nagyfokú önfelhatalmazás. Na hát akkor töltsük meg tartalommal ezt a fogalmat, hogy nemzeti radikalizmus. Sok tekintetben igazad van, hogy nehéz ezt a klasszikus 19. században gyökerező tudományos kategóriák mentén meghatározni. Valóban önfeladás, nembe önfeladozás lehet a része. Ez lehet egy érzület is, valóban. Érzet, inkább úgy mondom. Lehet egy világszemlélet, egy belső lelki állapot, és ha külső politikai fogalmakban gondolkodunk, akkor valóban az adott országnak megfelelő tradicionalista, konzervatív politikai hagyomány együttest is jelentheti. Most az a kérdés, hogy ma 2020-ban Magyarországon mit jelent a nemzeti radikalizmus, és ott kezdeném, hogy a fogalom is egy kicsit talán a magyar nyelv nagysága ellenére rosszul van megfogalmazva, mert mi nem a radikális politikai gondolkodók között vagyunk a nemzetiek, hanem mi vagyunk azok a nemzetiek, akik radikális, tehát gyökeres, mélyreható változások által vélik elképzelni az ország jövőjét. És nem csak a jövőjét, hanem a jelenét, mert alapvetően, főleg a rendszerváltozás utáni posztkádári történelembe, magyar sajátos történelembe, a nemzeti radikalizmus leginkább egy óvó-védő politikai eszközrendszer. Egy politikai eszköz együttes, amelynek számtalan formája megnyilvánul. A táncházaktól, akár a főpolgármesteri zászlórúdig. Hát én nekem az az érzésem, hogy ez a nemzeti radikalizmus, ez valójában semmi másra nem szolgál, mint a pillanat uralására. Ennél fogva egy
törölmetszett posztmodern ideológia. Vagy hát ebből fakadóan, mivel hogy posztmodern nem ideológia, hanem egy ideológiának a látszata, egy ideológiának a kulisszája, egy ideológiának a benyomása, az élménye, az ideológiának a tartalma és a tényleges ismérvei nélkül. Nem lehet a pillanat, uram, a bocsáss meg, Robi, mert pont azt tapasztalom, én egyébként már majdnem 2 évtizede vagyok a nemzeti radikális politikai oldalon, ugyanazok a problémák. Tehát itt jöttek-mentek kormányok, rendszerek, és bizonyos mély, gyökeres változást igénylő problémák nem oldottak meg. Sőt. 2 évtizede vagy a nemzeti radikális politikai oldalon? Közel 2 évtizede, igen. De hát könyörgöm, hát 2 évvel ezelőtt még néppártosodtatok. Két évvel ezelőtt még Vona Gábor, hát a Jobbik. Én 2009-ben kiléptem a Jobbikból. Uh-huh. Semmi közöm az utána következőkhöz. Aha. A Jobbik ráadásul odahagyta időközben a nemzeti radikalizmust. Beszélhetünk a Jobbikról. Én a 2000-es években nagyon lelkes központi aktivistája voltam a Jobbiknak. Akkor is kreatív kommunikációval, pártszervezéssel foglalkoztam, ahogy most a mi hazánkban egyébként. És a Jobbik az majdnem közvetlenül azután, hogy az országgyűlésbe jutott, tehát még az első ciklus végén elkezdte feladni azt a felhatalmazást, amivel őt az országgyűlésbe juttatták a magyar választók. Az első ciklus végén? Igen. 13-ban? Körülbelül. És te mikor is léptél ki belőle? 2009-ben. De azért nem csuktam be a szemem, figyeltem én a Jobbikot. 2009-ben kiléptél a Jobbikból, ami még nemzeti radikális volt 4 éven keresztül. De te kiléptél. Hát akkor te nem a nemzeti radikalizmus feladása miatt léptél ki a Jobbikból. Nem, ezt nem is mondtam. Hát akkor ez... Tehát akkor ez nem, tehát itt nincs összefüggés. Nincs. Tehát akkor a Jobbik maradt nemzeti radikális, te is maradtál nemzeti radikális, de kiléptél, tehát nem a nemzeti radikalizmus miatt léptél ki. Így van, ezt lehet így összefüggés. Ennek lehet, hogy személyes. Ez is csak egy párt volt, itt is emberek dolgoznak, stb. Egyébként ez nem szokatlan jelenség. Nem szoktuk a hitünket, akár nevezheted romantikusnak is, de mondjuk a jövőképeinket feladni csak azért, mert egy arra létrejött szerveződés hibákat vétett. Én azt gondolom, én már 2009-ben hibákat véltem felfedezni, volt erről vitám Vona Gáborral, de nyilvánvalóan az ügy miatt ezt nem lett kiteregetve utána, legalábbis részemről biztos nem, és azt tapasztaltam a másik oldal részéről sem. Visszatérve a nemzeti radikalizmushoz. Ez a nemzeti radikalizmus, ez az én szememben azért egy posztmodern ideológiai tákolmány, mert valójában nem jelent semmi mást, mint a két fontos eszközt a pillanat uralására. Az egyik az ugye a szélső érték elfoglalása, ez a posztmodern pillanat uralásának az egyik legfőbb eleme, hogy valamelyik szélsőséges narratívát el kell sajátítani, mert a posztmodern térben a két szélső érték felerősödik, és minden, ami közte van, minden egyrészt, másrészt, az folyamatosan veszít az értékéből, veszít a vonzerejéből, nem átélhető. Tehát el kell foglalni valamelyik szélső értéket, emellett pedig a kultúrharcban egyértelműen oldalt kell választani. Tehát nemzeti és radikális. És ez a kettő, ez már maradéktalanul alkalmas arra, hogy a pillanatot uralni lehessen. Már csak az a kérdés, hogyha a mi hazánk nemzeti radikális, akkor ugyan mi a mi hazánk, ami nem a Fidesz? Micsoda, ami nem a Fidesz? Mit jelent? Miben különbözik a Fidesztől? Mit gondol a nemzeti radikalizmus, vagy mit gondol a mi hazánk mozgalom, mit gondol Jónás Levente, amit hogyha hallana Bayer Zsolt, akkor azt mondaná, hogy hát ez elfogadhatatlan. Nem tudom, hogy Bayer Zsolt mire mondja, hogy elfogadhatatlan, de hogy a mondandót elejére reflektálja. A mi hazánkra nem, azt tuti. De én csak jelzem, hogy ez nem a mi hazánk, de bármi egyéb. Tehát csak kérlek, akkor nevezd meg. Szerintem hagyjuk, hogy Bayer Zsolt hadd töltse a szombatját úgy, ahogy. Visszatérve, azt gondolom, hogy a nemzeti radikalizmus az nem a szélső értéket foglalja el, és nem egy posztmodern pillanatra reagáló, reakciós, hogy egy jó régi szocialista képpel éljek, tehát nem egy ilyen brigád. Én azt gondolom, hogy a nemzeti radikalizmus az a centrum, az a középpont.
amikor egy nemzeti közösség megvédéséről van szó, mert akkor olyan kihívások elé állítja ezt a nemzeti közösségeket, ezt a nemzeti közösséget, vagy bármely nemzeti közösséget, leginkább európai jelenségről van szó, amelyek mindenfajta olyan technológiai és egyéb fejlődési fegyverrendszerrel felszerelkezve támadják az eredeti értékeket, mint azt most tapasztaljuk, akkor csak is a mag filozófia és a centrum filozófia lehet a nemzeti radikalizmus, ehhez képest szélsőség a Fidesz, szélsőség az MSZP, szélsőség a DK, LMP, stb. Stb. Mindegy, milyen betűszavakkal rövidítjük őket. Várjunk, a mi hazánk a centrum, oké. Ehhez képest szélsőséges a Fidesz. Merre szélsőséges a Fidesz a mi hazánktól? Jobbra vagy nem balra? Nem merre, hanem nerre. Azt hiszem, ezzel mindent vicces elmondtam. Vicces volt, de semmit nem mondtál el. Jobbra vagy balra a szélsőséges? Azt gondolom, hogy szélsőségesség, hogyha egy párt úgy telepszik rá egy országra, vagy egy politikai erőközpont, mint egy cég. De szélső, merre szélső? Jobb, szélső, jobb, szélső, bal, szélső. Ne, hagyjuk ezeket a milyen kategóriákat. Szélső liberális? A Fidesz? Szélső monetáris. Tehát amikor a pénz irányába mozdul el egy rendszer, amikor a saját kommunikációját, saját párt ideológiáját közvéleménykutató cégeken keresztül egyfajta politikai mérleg lelkület mentén határozza meg, és hogy válaszoljak a kérdésed második felére is, amikor a valódi nemzeti sorskérdésekben csak igen kevés előrelépést tapasztalunk, túl keveset, és a nemzeti politizálás az elsősorban kommunikációs panelekbe, lózungokba, marketingfelületekben nyilvánul meg, akkor nekünk igen nagy kritikánk van a Fidesszel szemben, mert mi ugyanazokat az értékeket képviseljük, mint amit annak idején a Fidesz nem képviselt. Tehát a Fidesz végez egy politikai mozgást a posztmodern, posztkádári magyar politikai mezőben, és nem a nemzeti radikalizmust, amelynek éppen most egyébként valóban a zászlós hajója, a politikai zászlós hajója az a mi hazánk. Én azt is szoktam egyébként mondani, hogy a Jobbik egy 1.0-ás kísérlet volt, és sajnos minden hibát és bűnt elkövettek, aminek volt esélye, hogy elkövessék. Ha a mi hazánk a centrum, akkor mi a szélső jobb a Magyarországon? Hát ha ragaszkodsz ez a 20. századi kicsit poros történelemkönyvi meghatározáshoz, ahol a háromdimenziós emberi valóságot egy kétdimenziós térre szűkítik le, hogy bal oldal, meg jobb oldal, akkor... De én nem én ragaszkodom, te használtad a centrum kifejezést. Akkor a centrum az valamihez képest a centrum, nyilván világos, a jobbhoz és a balhoz. Válaszolok. Akkor azt gondolom, hogy a profitközpontú, nagytőkés, céges, technokrata, digitalizált, multinacionális, globális rendszerek együttese. Na, ez a szélső jobb. Ugyanis ez így gyilkolja ma az embereket. De rendelj hozzá, légy szíves, egy pártot, egy mozgalmat, egy politikus, csak hogy ez jelentsen is valamit. Tehát, mert hogy ez, erre mondhatod azt is, hogy szélső jobb, mondhatod azt is, hogy szélső liberális, mondhatod azt is kultúrharcos értelemben, hogy szélső bal, tehát bármit mondhatsz rá, értjük, hogy nem szereted, de ettől ez... Nem szeretem, nem tartom alkalmas kifejezésnek, de hogyha ragaszkodsz hozzá, akkor mondhatjuk azt, hogy a legjobboldali párt a mi hazánk jelenleg. Tehát ilyen értelemben a klasszikus politikai mezőbe, tőlünk jobbra szerintem nincs senki. Akkor hogy ez nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy mi a szélső jobb lennénk. De hogy lehettek a centrumban, hogyha tőletek jobbra bárki leesik? Hát figyelj, hogyha most a Fideszre gondolsz, akkor a Fidesz nem nemzeti, hanem népi párt. És értsd jól, amit mondok. Uh-huh. Nem, Bajár Zsolt talán nem is tiltakozna. Akkor népi, oké, ez egy népi párt. Nekem meg az az érzésem, hogy a Fidesz az nagyon is nemzeti radikális párt. Ugyan ki definiálja a nemzeti radikalizmust, hogyha nem Csurka István, aki föltalálta. Mi alapján definiálnánk, hogy a Fidesz milyen, vagy mi alapján határoznánk meg, hogy a Fidesz milyen irányultságú párt, hogyha nem maga Csurka István az, aki... A nemzeti radikalizmus az, aki, nem Csurka István találta fel. Meghatározta, hogy Orbán Viktor Magyarország felemelkedésének, a nemzeti radikalizmus jövőjének a kulcsfigurája. És hát kvázi öreg napjaira Orbán rajongóvá vált.
egészségére, Isten nyugosztalja. A nemzeti radikalizmust azonban nem ő találta föl. Az más kérdés, hogy a rendszerváltozás utáni zavaros időszakban ő kezdte el talán a legtisztábban képviselni, de a nemzeti radikalizmust a magyar történelem sok száz éve alakította ki. Sok száz éve? Igen, igen, igen. Amióta nincs önálló magyar vezetés. Ugye az elmúlt 500 év az arról szól, hogy Magyarországnak nincs önálló külpolitikája. Hogy Magyarország is folyamatos vétharcban vergődik. Fizikai, lelki, szellemi, mindenfajta értelemben. Az én felfogásom szerint a nemzeti radikalizmus egyfajta kötelező hagyaték. Megvédendő a továbbélésünket. Ki találta föl a nemzeti radikalizmus, hogyha már itt tartunk, és nem Csurka István volt, hogy több száz évvel ezelőtt, tehát Bocskai? Nem, nem, több száz év magyar történelmi hagyatéka. Na jó, de kitől ered? Alakította ki. Kitől ered? Tökölitől? Mivel ez egy gondolati együttes, ezt nem lehet egy személyre lefókuszálni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt most Rákóczi találta ki, Kossuth találta ki, Széchenyi próbálta finomítani, stb. Hogy Horthy jelenítette meg, ezt nem mondhatjuk, hanem ez egy ahogy az ember is egy színes és összetett egyéniség, ahogy egy emberi közösség is színes és összetett, úgy a magyar sorsközösség, hagyományközösség is színes és összetett, de mindenképpen ebbe a sokszínűségbe egy határozott vonalként vezetődik végig az a hagyomány együttes, azok a történelmi tapasztalások, amelyek ahhoz vezettek, hogy én azt mondom, hogy 2020-ban a centrum, a magyar politika centruma, tehát a minimuma, a középpontja, az a nemzeti radikalizmus. Nekem meg az a munka hipotézisem, hogy a mi hazánk nem nemzeti radikális, mert az a Fidesz. A mi hazánk pedig, hát van erre egy műszó, fasiszta. Tudjuk, hogy mit jelent a fasiszta, mert annak vannak is mérvei. Van konkrét definíciója, hogy mit jelent, mitől lesz valaki fasiszta. A nemzeti radikális az egy bluff. A nemzeti radikális az az, aki a pillanatot uralja a jobb oldalon, éppen aktuálisan, és a én ezzel élnék. A fasizmus az konkrét dolgokat jelent. A fasizmus militarizmust jelent, szélsőséges nacionalizmust jelent, a határok kiterjesztésének a szándékát jelenti, erős állami szerepvállalást jelent a kapitalizmusban, saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hitet jelent. Az inkább a rácizmus. Nem, az még mindig a fasizmus. Én a fasizmus az érdekes mindig, módon... Az még mindig a fasizmus. Tehát az, hogy a mi népünk különb, mint más népek, ez még mindig a fasizmus. És ezen kívül meg egy totalitárius államszervezést jelent. Na most ezek konkrét jelentések. Tehát a fasizmusnak annak konkrét ismérvei vannak, ugyanúgy, ahogyan a konzervativizmusnak is konkrét ismérvei vannak, meg a pragmatizmusnak is konkrét ismérvei vannak, ezeknek a jobboldali gondolati rendszereknek. Ezzel szemben a Csurka Istvánnak a nemzeti radikalizmusa, az meg bármilyen tartalommal megtölthető, csak a nemzetre kell hivatkozni, és minden másra szarni kell. Tehát szarni kell Európára, szarni kell az emberiségre, a földbolygóra, szarni kell az egyénre, mindenre, mert ezek mind hátrébb sorolandó szempontok, mint a nemzet. A nemzet mondás, az azt jelzi, hogy nem arról van szó, hogy vannak különböző területek, meg vannak különböző ügyek, meg vannak különböző szempontok, amelyeket érvényesíteni kell, és ezek között az első a nemzet. Nem. Itt arról van szó, hogy csak a nemzeti szempont számít. Az emberiség szempontja, az egyén szempontja, a nemzetnél kisebb közösségek szempontja, vagy nagyobb közösségek szempontja, amilyen mondjuk az Európai Unió, ezek egyáltalán nem számítanak. És hogyha ez teljesül, ez a bluff, Csurka Istvánnak ez a bluffje, akkor alkalmassá válik a pillanat uralására. És már lehet is kifosztani az országot, erre hivatkozva. Hát azt kéne először is eldönteni, és azt hiszem, hogy ez itt a fő kérdés, hogy miben különböznek a mi hazánk politikusai és a mi hazánk politikája, miben különbözik a fasizmustól, miben különböztök a fasisztáktól. És hogyha erre a kérdésre tudunk valamilyen módon válaszolni, akkor fel lehet tenni a következő kérdést, hogy akkor a ti mozgalmatok miben különbözik a Fidesztől. Ami pedig hát a nemzeti radikalizmusnak a gyakorlata.
Egyáltalán léteznek-e olyan öndefinícióitok, amelyeknek a nyomvonalán el tudtok különbözni ezektől? Én értem, amiket felsoroltál. És érdekes módon pont az jutott eszembe, hogy a fasizmus tankönyvi ismérveit sorolva, ugye te is történész vagy, én is történelmi szakon végeztem, akkor lehet, hogy inkább itt a Fidesz kéne körbejárni, de nem akarom elvinni ilyen irányba a beszélgetést, minden esetre. Járjuk az, körbe mindkettőt, azt javaslom. Jó, megtesszük, de előtte tisztázunk valamit. Fasisztákat ebbe az országba szerintem a 30-as évek vége óta nem látott senki. Nekem meg ez a munkahipotézisem. Egy, kettő. A klasszikus belpesti balliberális definíciója a nemzeti gondolatnak, politikai gondolatnak az nagyon torz, sérült, egy belső frusztrációból fakad, és nem helytálló. A nemzet valóban az emberi közösségek, én meglátásom, a megfogalmazásom a legmagasabb rendű kifejeződése, de egyszer mind a legintegrálóbb közösség is. Egy nemzeti közösségbe befér minden olyan csoport, amit a mai posztszociális liberalizmus, vagy posztszocialista liberalizmus mindenféle kísérletek mentén a nagyobb közösséggel szembefordítva próbál meg atomizálni, hasogatni. Én azt gondolom, hogy ha valaki elfogadja a nemzethez való tartozást, az nem totalitáriusság, hanem az a legnyitottabb gondolkodás. Én azt gondolom, hogy ha valaki a nemzetet tartja az ember legmagasabb rendű, nem felsőbb rendű, legmagasabb rendű minőségének, akkor az a kultúrának a leggyönyörűbb, legpatetikusabb kiterjesztése, amit emberi közösség megalkotott valaha a történelemben. Én azt gondolom, hogy még egy globalizmusban is, egy Európai Unióban is a kultúrák együttélésének a legszebb kiállítása kéne, hogy legyen, és nem a kultúrák versenyeztetésének, vagy egymással való összeugrasztásának. Mi magyarok nagyon sokat tudunk arról, hogy a velünk élő kisebbségeket hogy fordították kívülről szembe velünk. Ugye ez egy résztényezője volt magának a trianoni katasztrófának is. De még egyszer mondom, tehát a ráhúzni egy bizarr, szélsőséges, elfajult ideológiát, mint a fasizmust, vagy a nácizmust, vagy a szocializmust ma Európai Unión belül bármelyik pártra, az azt gondolom, hogy egy erős túlzás. Miért nem fasiszta a mi hazánk? Ez volna a kérdésem. Miért fasiszta a mi hazánk? Támaszd alá. Rendben. Mert militarista. Miért militarista a mi hazánk? Nekem nincs egyenruhám. Hát a betyárseregér, a betyársereg az haragos családapát szövetséges, tegnap mondta Gyirityán Zsolt a Magyar Szigeten egyébként. Magyar Gárdáért. Milyen családapák szövetsége? Haragos családapák szövetsége. Én a Magyar Szigetől érkeztem ide a gettóba, csak jelzem mindenkinek. És tegnap volt szerencsém Gyirityán. Haragos családapák szövetsége. Tehát nem militaristák. Hisz ők csak haragos családapák. Definiáljuk a militarizmus nyelvészetileg akkor, vagy nyelvileg. Mi a militarizmus? Hát, menetelés egy hadoszlopban, mondjuk ezt nevezhetjük így. Nem, ez a tornaórára való kivonulás is lehet. Hát igen, az tulajdonképpen az a tornaórája válogatja. Na nyilván jó, tornatanára válogatja, de én úgy gondolom, hogy a tornaóra az a, tudod, a modellezett úttörőszövetség. Az úttörőszövetség meg a modellezett néphadsereg. Az én szememben a betyársereg az meg a mi saját kis modellezett rohamcsapatunk. Akkor, amikor rohamcsapatokat hoz létre egy párt, annak érdekében, hogy erőt tudjon demonstrálni a kelet-magyarországi falvakban, ahol egyenruhába öltözött osztagok vonulnak menetoszlopban, azért kimeríti a militarizmus fogalmát. Szabadjon jeleznem. Ezt jelenti a militarizmus. Miért kell letagadni? Miért kell letagadni, amikor a napnál világosabb? Miért kell letagadni? Miért kell azt mondani, hogy ti nem vagytok militaristák, és hogy dühös családapák a betyársereg? Haragos klasszikusokat szó szerint. Haragos családapák. Igen. Miért kell? Tehát, ez, tudod, az igazság az, hogy a fasizmushoz tartozik egy elengedhetetlen virtus. Büszkék rá. Ez tetszik, a nem letagadják, nem azt mondják, hogy mi nem is vagyunk militaristák, mi nem is egy menetoszlopban menetelünk, mi csak haragos családapák vagyunk. Az igazság az, hogy ahhoz, hogy valaki fasiszta legyen, ahhoz is kell egyfajta kiállás, meg kell egyfajta vállalás, kell egyfajta,
hát hogy is mondjam, tökök kellenek hozzá, meg gerinc. Bármilyen embertelen, a dolog, amikor letagadjuk annak érdekében, hogy hát jól jöjjünk ki a helyzetből. Nem, akkor az itt érzése, most, hogy most... ott még fasisztáknak se jó. Ajánlok neked egy munkakonszenzust, tehát akkor hagyjuk ezt a militarizmust, de a virtus szó nagyon tetszik, mert ez a latin vir erő kifejezésből ered, és valóban ezt én nem tagadom, a betyársereg az erőt sugároz. Na, itt van az erő. Megjöttünk az erőhöz. Az erőből levezetni az erkölcsöt, ez is a fasizmus egyik ismérve. Senki nem vezette el az erkölcsöt, de ahol megszűnt a közbiztonság, ahol az államhatalom nem teljesíti be azt a kötelességét, nem feladatát, nem lehetőségét, kötelességét, amire felhatalmaztuk mi választók, nevezetesen, hogy a rendet a jogon, törvényeken és még szokásjogon is kialakult rendet biztosítsa, akkor a társadalomnak bekapcsol a védekező rendszere. A társadalom immunrendszere. A nemzet közösségének a védekező rendszere. Mert igenis a másik kulcs szó itt a rend. Tehát az erő és a rend, hogyha már a betyárseregről beszélünk. Igen, csak ezt érzem, hogy erő és rend. Ezek a... Mi a bajod ezekkel a szavakkal? Nekem semmi bajom ezekkel a szavakkal, de értsük, hogy ezek a fasizmus hívó szavai. Nem. Szerintem ez a tisztességes emberi élet részei. A fasiszták így gondolták mindig is. De ez, hogy ez valójában erővel... ez nem fasizmus, ilyen az ember, homo sapiensizmus. Világos, hogy de érts, hogy ettől fasizták, hogy ők ezt nem fasisztaságnak tartják, hanem az ember tulajdonságának. De hát a rómainak is nevezhetnéd éppenséggel. Hát talán nem véletlen, hogy a fasiszta mozgalmak mind Róma nagyságához, Róma impériumához nyúltak vissza, nem csak szimbólumokért. Róma teremtette meg Európát. Hát, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a kereszténység Rómával szemben, Róma ellenében teremtette ellenében? Európát. Hát római császár vette fel a kereszténységet, tette államvallásá, és ezzel biztosította a birodalom túlszervezett továbbélését. Hát így győzte le Rómát a kereszténység. Hogy egy ponton... Rómát nem a kereszténység győzte le, hanem a barbárok. Ezt te is tudod, meg a lépvándorlás. Rómát kívülről a barbárok, belülről a kereszténység győzte le és emésztette fel. A kereszténység olyan kihívás elé állította Rómát, hogy aztán a Konstantin császárnak már nem volt más választása. De hogy ez valójában pont Róma vagy szellemével éppen, szemben állt a kereszténység. Pont nem az erőből vezette le az erkölcsöt, hanem pont a gyengeségből, a gyöngétségből, a gondoskodásból, tehát olyan értékekből, amik hát nem épp a fasizmusnak az ismérvei, meg az értékei. Erős állami szerepvállalás a kapitalizmusban. Ezzel úgy gondolom, hogy nem vitatkoznál. Egy pillanatot álljunk meg, tehát a centralizáltság és a decentralizáltság jogdogmatikai alapvetései vannak itt méghozzá állami jogi szempontból. Na, ez egy érdekes téma. Nem a mi hazánk telepített az önkormányzatokra kormányhivatalokat. Csak valahogy nekem az az érzésem, hogy a mi hazánk a saját politikáját nem ez alapján határozza meg. Valahogy az az érzésem, hogy amikor országos kampányt kell csapni valami körül, akkor nem az önkormányzatiság elveszejtése az, aminek a mentén a mi hazánk meghatározza magát. Tehát nem abból lesz országos kampány, hogy a mi hazánk tiltakozik és meg akarja védeni az önkormányzatokat a Fidesztől, hanem valahogy Novák előd pókemberként fölmászik a városházára. Hát én elhiszem, hogy neked tetszik, már csak hivatalból is. Én nem tudtam volna, hogy fölmászni. Hát lelopja a szivárványzászlót. Pocakos 40-es vagyok, tehát nekem nem ment volna ilyen gyorsan. Büszkeség. A nagyszerű Novák előd elrohan a szivárványzászlóban. Mert az volt ebből... a terv, hogy kukába dobja, és ezt végre is hajtotta még a rendőrség ellenében, és aztán visszajött. Igen, ebből képződik az országos kampány. Ennek a nyomvonalán határozza meg magát, a kultúrharcos narratíva nyomvonalán határozza meg magát a mi hazánk, és ilyen tekintetben nem több, mint egy... mint egy ilyen túlmozgásos és nagyon-nagyon kicsiben játszó Fidesz. Nem, ez Karácsony Gergely. Túlmozgásos és kicsiben játszik, és a valódi teljesítmények helyett a Facebookon bohóckodik. Ő fogja magát, és törvényellenesen, szerintünk, álláspontunk szerint a garázdaság
törvényi tényállását, büntetőjogi tényállását megvalósítva, provokatíve, ugye a francia diplomácia használja ezt a régi kifejezést, hogy agent provocateur, tehát provokációs ügynökként, ő kirakja a szivárványzászlót. Rakja ki a saját házára, posztolja ki a Facebookon, semmi bajunk nincs vele. De az, hogy a többségi közakaratot megtestesítő közintézményre ő önkényesen kirak egy ilyen zászlót, ez nagyon durva támadás a nemzet, a család és az alapvető emberi értékek és jogok ellen. És amikor a Fidesz kirakja a székely zászlót a parlamentre, az nem támadás? Ugyanígy? Kit támad a székely zászló? Kit támad a szivárvány zászló? A családban gondolkodó embereket és a gyereküket féltő, tudod mit, haragos családapákat. Jó, hát a szivárványzászló az meg a haragos buzikat zavarja. Vagy a szivárványzászló letépése az meg a haragos buzikat zavarja. A székelyzászló az meg adott esetben a haragos hangulatú magyar gyűlölőket zavarja. Nem, nemzeti érzésükben sérülteket zavarja. Nem teljesen mindegy, hogy kiket. Azok is teljes értékű állampolgárok, nem? Akkor most nem? Egyenként minden teljes értékű állampolgár kapjon egy zászlót? Kurva sok zászlóra lesz szükség. Nem, akkor. Inkább arról van szó, hogyha egy hivatalra, annak a hivatalnak az üzemeltetője kirak egy zászlót, amihez joga van. Nincs az joga. A zászló köztulajdon. De ha nincs joga, akkor a Fidesznek sincs joga a székely zászlót kirakni. Tehát vagy egyiknek sincs joga hozzá, vagy mindkettőnek joga van hozzá. Azt magyarázd el nekem, légy szíves, hogy miért van joga a Fidesznek kirakni a székely zászlót a parlamentre, hogyha a Karácsony Gergelynek nincsen joga kirakni a szivárvány zászlót a városházára. Miért? Mi a különbség a kettő között? Az a szivárvány zászló az köztulajdonban van. Az az önkormányzat tulajdona volt. A Novák előtt pedig rendpárti politikusként egy köztulajdont eltulajdonít, majd azt a szemétbe dobja. Ez hogy van? És persze értjük, hogy a jóságos NER megsimogatja a buksi fejét Novák elődnek ezért. Novák előd a hátára fordul, ilyenkor a hasát is meg lehet simogatni, akkor ő forog, bukfencezik, és nagyon hálás neki a NER. Orbán Viktor cukorkát dob. És ez... a helyzet az, hogy működik a dolog, mert a kultúrharcos ugye, narratíva... Ugye nem mandátumféltékenység miatt mondod ezt elődre, hogy új Budára célozzak. Én olyan mandátumféltékeny vagyok elődre... 100 szavazattal előzött meg téged új Budán. Emlékszem, hogy a szavazatszámlálók ott, ahogy számolták, 4 óránként küldték az infót, hogy most előd vagy Puzsér. Lengyel Domonkos volt a jelöltje a sétáló Budapestnek új Budán, nem engem előzött. Bocsánat, akkor a csapatot... Nem engem Igen, bizonyára ez a problémám, igen. Azok a szavazatok, hát megelőzte a csapatomat. Hát igen, ez a probléma, nyilván ez. Hát figyelj, hogyha abban mész le, hogy most Novák előtt egy pörgő kiskutyához hasonlítod, akkor ne várjál tőlem jobb választ, de térjünk vissza a komoly vita szintjére, azt gondolom, hogy az előrébb idő. Nem, a kérdés az az, hogy miért nincsen joga Karácsony Gergelynek, akit megválasztottak főpolgármesternek, de Orbán Viktort meg azért választották meg, hogy a székely zászlót kirakja a parlamentre? Hidd el, hogy másodszor már azért is. És mi van, ha nem hiszem el? Ez kurvára szubjektív. Ez kurvára szubjektív, hogy te szerinted miért választották meg. Karácsony Gergelynek úgy gondolja, hogy őt azért... Miért? Az is szubjektív, hogy Karácsony Gergely meg úgy gondolja, hogy őt meg a szivárvány zászlóért választották meg azért, hogy az kirakja oda. Majd meglátjuk, hogy újra megválasztják-e. És ha újra megválasztják, akkor ezért választották. És ha nem választják meg újra, akkor az bizonyítja, hogy nem ezért választották. Na jó, semmi szóval köze vissza, nincs ahhoz, hogy miért választják meg újra. Arról van szó, hogy most, de, ez is a klasszikus nemzeti hogy... radikális blöff, hogy a kirakni a szivárványzászlót az garázdaság, de kirakni a székely zászlót, hát az meg törvényesség. Igen, mert, ugye? Igen, mert a székely zászlót szeretjük. Így van. Tehát az így törvényes. Így van. A szivárványzászlótól meg undorodunk, az meg törvénytelen. Pontosan. Magyar nemzeti radikálisok vagyunk, és vállaljuk ezt az elfogultságot. Nem akarunk mindenkinek megfelelni a világba, meg a trendekbe. Na jó, de akkor hagyjuk ezt a kifejezést. A magyar örökségnek és hagyománynak akarunk megfelelni, mert ez a kötelességünk. Akkor hagyjuk ezt a kifejezést, hogy garázdaság, mert ez jelent valamit, ez egy jogi kategória. Nem a te.
nem a te, figyelj, nem a te nemzeti érzéseidhez igazodik az, hogy mi a törvényes és mi nem törvényes. Ez az igazi probléma, hogy ti a törvényességet valójában a saját politikai érdekeiteknek, meg a saját politikai hóbortjaitoknak, meg az éppen aktuális érzületeteknek, meg annak, amiből éppen meg akartok élni, annak rendelitek alá. És annak megfelelően az a törvényes, ami nektek tetszik, meg amit ti csináltok, meg ami nektek megfelel, a Fidesz ugyanígy működik. De ugyanígy működik. A törvényeket a saját érdekeihez, a saját gazdagodásához szabja, csak hát sokkal nagyobban csinálja, mint ti. Hát ti ezt kicsiben, fusiban, egy garázsban művelitek, míg Orbán Viktor meg európai szinten műveli ugyanezt. De valójában a különbség az én szememben csak nagyságrendi. Ahhoz képest, hogy te egy elég komoly missziót folytatsz sok ideológiai téren, mégsem mondom azt, hogy egy pincébe fusizó, hóbortos ember vagy. Tehát hadd védjem meg a nemzettársaimat, az eszmetársaimat, a bajtársaimat a tekintetben, hogy ugyanolyan eredendő hittel és felkészültséggel rendelkeznek. Tehát ne tekintsük ezt ilyen pillanatnyi hóbortnak vagy hobbinak, legalább annyit engedj meg, hogy fogadd el a nemzeti radikális politika létjogosultságát. Én nagyon szívesen elfogadnám egy igazi baloldali pártnak a létjogosultságát, amelyet még nem hordott a magyar föld a hátán. De hogy én készen állok arra, hogy elfogadjam a nemzeti radikalizmusnak a létjogosultságát, már csak azért is, mert teljesen értelmetlen a magyar állam elmúlt 10 évét tagadni. A magyar állam elmúlt 10 éve az a nemzeti radikalizmus létjogosultságát bizonyítja. A nemzeti radikalizmus... Szerinted egy nemzeti radikális párt az kiemelt megállapodás köt mondjuk a T-kommal, vagy a Coca-Colával? Persze. Vagy lefekszik, ha éppen kell Trumpnak, ha éppen kell Putyinnak? Hát persze! Nem látod? Nem látod, hogy ez történik? Az a Fidesz! Persze, a Fidesz. De a Fidesz éppen ezért nem nemzeti radikális. Ő egy népi néppárt. De ti definiáljátok a Fidesz nemzeti radikalizmusát Csurka István helyett. A Csurka István szerint meg a Fidesz a nemzeti radikális. A Csurka István már nem él. A Jobbikra meg azt mondta, hát igen, amikor még élt, akkor a Jobbikra meg azt mondta, hogy az 1919-es kommunistáknak az utódai. Így fogalmazott a Jobbikkal kapcsolatban. Hát itt Kun Béla és Samueli Tibor örököseinek nevezte őket, míg Orbán Viktorra meg úgy tekintett, mint a... Hát nem tudod cáfolni. Nem, én ezt nem fogom cáfolni, amit Csurka István a Jobbikról mondott. Hát a helyzet az, hogy Csurka István sokkal autentikusabban tudja definiálni, hogy mi az a mi nemzeti radikális és mi nem. Most ha a nemzeti radikalizmus bármit is jelentene, akkor a nemzeti radikalizmusból ki is lehetne iratkozni. De mivel a nemzeti radikalizmus bármit jelent, amit az aktuális főpap mond, és a nemzet érdekének titulál, ennek megfelelően a nemzeti radikalizmus is tulajdonképpen az, ami épp a pillanatot uralja. Egyébként és ha a főpapot mondod, akkor igen, egy hitrendszer is a nemzeti radikalizmus, és most akkor én definiálom neked a nemzeti radikalizmust. A mi főpapunk egyébként Toroszkai Lászlónak hívják, és nem Orbán Viktornak, és ez nagyon nagy különbségtétel. A nemzeti radikalizmus, még egyszer, akkor próbáljuk meg összeszedni, tehát sok mezőből tevődik össze. Én egyébként a hazaszeretetet tartom a kulcsfogalomnak, és a hazaszeretetnek, mivel a mai kor számtalan megnyilvánulási lehetőséget, formát kíván bármely hit és eszmerendszer számára, a hazaszeretettel kapcsolatban sincs ez másképp. Viszont egy nagyon fontos dolgot tegyünk tisztába. A magyarság történelme az nem a kirekesztésről, a gyűlöletről vagy az elutasításról szól. A magyarság történelme az a befogadásról, a példamutatásról és a helytállásról szól. Az 1910-es népszámlálás idején 21 etnikum vallotta magát másodszorban valamilyen más nemzetiséghez való tartozónak, de elsősorban magyarnak. Nincs még egy integrálóbb és befogadóbb és túlélőbb történet Európában, mint a magyaroké. Én a magam részéről ahhoz képest, hogy negatív érzelmeket sütnek ránk, én inkább pozitív érzelmi tartalommal töltöm meg a nemzeti radikalizmus kifejezést. És a gyakorlatát is. Még mindig inkább egy zászlót szedjen le a Novák előtt, mint hogy valakit azért megtámadjon bármelyik nemzeti radikális testvérünk, mert ő éppen másfajta szexualitásban hisz, és az adott esetben mondjuk talán kissé túlzó módon ki is fejezi. Tehát nagyon befogadóak vagytok, kivéve a buzikat. Te nem vagy befogadó? Te nem tartozol a magyarsághoz?
Hát majd ti definiáljátok, hát mit tudom én. Ne, te, hát hogy azért kérdezek, hát, hogy te nem, definiáld önmagadat. De most én? Hát igen. Azért, hát, nemzetáruló vagyok. Hogy miért te hogy vagy az? Magamat, miért lennél az? Az vagy? Hát eleve, hát viszolygok a mi hazánktól, meg egyáltalán a fasizmusotoktól, hát nyilván az vagyok, hát, nem? De a mi hazánktól. Hát, nézd, én azt látom, hogy a mi hazánk is nemzeti radikális akar lenni, csak militaristábban, antiszemitábban, cigánygyűlölőbben, homofóbiásabban. Milyen antiszemita megnyilvánulása volt a mi hazánknak, és milyen cigánygyűlölő megnyilvánulása volt? És kérlek, itt nem osszuk össze, mert beszélgethetünk a cigány bűnözésről, annak kriminológiai, szociológiai definíciójáról is. Ugye ez egy rendőrszakmai kifejezés a 90-es évek elejéről. Hát, ami azt jelenti, hogy sajnos a cigányságon belül van egy speciális, kifejezetten a cigányságra jellemző bűnözési mód, többfajta speciális bűncselekmény, amely mindig a cigány közösségen kívül jelen esetben a magyarok ellen irányul. Hát, a helyzet az, hogy a cigánysággal kapcsolatban a Kurucinfo engem már az elmúlt 15 év folyamán eligazított nagyjából, hogy mi a nemzeti radikális álláspont. Vagy hát mi ennek a magát nemzeti radikálisnak előadó fasiszta szélsőségnek az álláspontja. És például Vésó Farkas Zoltán álláspontját is ismered? Ő az, aki elsőként fordította le lovári nyelvre az Új Szövetséget. Nagyszerű. Azért a Novák Előd által szerkesztett Kurucinfo talán nem ennek a szellemét hordozza. Nem tudok arról, hogy Novák Előd a Kurucinfót szerkesztené. Bár a Magyar Szigeten ittam Kurucinfo szerkesztővel, de az nem az Előd volt. De ez már évtizedes viszonylatban zajlik, hogy le kell tagadni, hogy Novák Előd szerkesztette a Kurucinfót. Pedig tudjuk, hogy évtizedes viszonylatban szerkesztette a Kurucinfót, de ez tudod, valahogy ez... Ezért érzem azt, hogy baszki, nem tudok megijedni tőletek. Hogy miért kéne megijedni? Hogy... Ne is ijedj meg, Isten ments! Ja, gyerek, elintézek jövőre egy meghívást neked a Magyar-szigetre, és nem fogsz félni. Tudod, ez a... elintézel egy meghívást nekem a Magyar-szigetre? Én saját jogon nem hívhatlak meg, azt gondolom, mert nem vagyok szervező. Csak majd fertőtlenítsetek utánam. Utálam is kell itt fertőtleníteni itt a színpadon? Nem. Mi nem szoktunk. De az igazság az, hogy mi a hősök terén sem mostunk föl. Tudod? Nem mostunk föl. A helyzet az, hogy ha nem tagadnátok le, hogy évtizedes viszonylatban a Novák Előd szerkesztette azt a felületet, amely felület olyan minőségű volt, hogy a Novák Előd soha egyetlen pillanatig sem tudta felvállalni, ezért mindig letagadta, és ezért ezt így testületileg mindig letagadtátok, hogy a Novák Előd, miközben mindenki tudja. Én egy valakiről Novák tudom, én azt tudom, hogy Balogh Gábor volt a Kurucinfo szerkesztője, mert ezt láttam személy szerint, ő most ugye az újpesti, nem is tudom, DK-s, vagy Momentumos vezetésű. Bocsánat, tehát ezt nem dehonestálólag akartam mondani. Tehát Momentus város vezetésűnél vezeti a médiát, ugye utána Alfaérnál dolgozott. Egyébként, és akkor mi van, ha Novák Előd szerkesztette a Kurucinfót valaha is? Jó, semmi. Tehát nem lehet tagadni semmi, csak a cigányok iránti befogadásról, arról, hogy mennyire befogadó ez a közeg, Novák Előd és a Kurucinfó a cigánysággal kapcsolatban mennyire befogadó volt. Nem a cigánysággal kapcsolatban, ha jut eszembe, hogy a Novák Előd, cigányság, befogadás. Ez az első fogalom, ami eszembe jut Novák Elődről, a Kurucinfóról. Csak hogy a Kurucinfó soha nem a cigányságról, hanem a cigány bűnözés jelenségéről, és nem igazán PC módon, mert a PC például egy olyan elutasítandó, az, ami igazán hamis prizmát kínál bárkinek, és az, ami nem engedi eligazodni az embereket a rendes fogalmi készletbe, pedig a magyar nyelv eléggé kifejező és eléggé jó jelentéstartalommal bíró kifejezések tárházát nyújtja mindannyiunk számára, hogy mélységében megvizsgálhassuk a fogalmakat, ezért is nem kellenek olyan fogalmak, mint militarizmus például, vagy fasizmus. A fasisztákkal kapcsolatban az a helyzet, hogy az ember minél inkább tisztelni tudja őket, annál inkább tud félni tőlük. És minél kevésbé tudja tisztelni őket, annál kevésbé tud félni tőlük. Ugye arról van szó, hogy miért tisztelsz egy fasisztát?
Hát már miért lehet tisztelni egy fasisztát? Legfeljebb azért, ha tényleg fasiszta. Tehát az, aminek mondja magát. Tehát nem, legalább azt nem hazudja, hogy ő fasiszta. Most az, hogy én nem tudok annyira félni tőletek, hát az azt jelzi, hogy nem is nagyon tudom elhinni nektek, hogy tényleg fasiszták vagytok, hanem leginkább ez úgy jó, tűnik, mert hogy egyikre sem szükségünk, nem kell minket fasisztának hinni, és nem is kell félni tőlük. Az utóbbi időben abból akartok megélni, hogy hát most fasiszták lesztek, hiszen hát a Fidesz nemzeti radikális. Most itt van egy rossz hírem, társai munkában dolgozunk. Szóval úgy érzem, hogy nektek két lehetőségetek van. Vagy ti is nemzeti radikálisok vagytok, ti is meg akartok élni a nemzetre való hivatkozásotokból, és jobb menedzsernek tekintitek magatokat, mint a Fideszt, amelyik éppen kétharmaddal privatizálja az országot. Inkább rátok kéne bízni a kormányzást, hiszen Novák előtt gyorsabban fut a szivárványzászlóval, mint Lázár János. És a Fidesz az pedig nagy erőkkel tol bele titeket ebbe a fasizmusba, elsősorban azért, hogy elkülönbözzöm, és visszaszerezze a centrális erőteret. Ti pedig nem tehettek mást, hogyha bármennyire el akartok különbözni a Fidesztől, hogyha bármennyire látszani akartok a Fidesz árnyékában, a nagyon kevés sajtótokkal, a nagyon kevés nyilvánosságotokkal, tényleges, rendes fasisztának kell lennetek, mert az legalább meg tud titeket különböztetni a Fidesztől, ellentétben ezzel, hogyha nemzeti radikálisok vagytok, és azt mondjátok, hogy hát ez a szabadon értelmezhető dolog, ez inkább nem is a Soros György elleni szabadságharcot jelenti, hanem a szivárványzászlóval való nagyon gyors futást, akkor hát lehet rátok szavazni. De hogy valójában ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az az, és most én valójában ettől a beszélgetéstől ennek a dilemmának az eldöntését várom, hogy ti őszintén fasiszták vagytok. Őszintén ellenzitek. Látod, prejudikálsz, tehát egy előfeltevéssel ütél. Ez a két lehetőség, várjál, én csak szeretném, a te olvasatodban. Csak szeretném érteni. Én próbálom egy kicsit kinyitni az elmédet e tekintetben, hogy egy picit szakadj el a korábbi lózungoktól, vagy attól a tipikus elnézést kérek minden jelenlévőtől, én is kerületben születtem, de ettől a tipikus belpesti, balipsi, egy kicsit luttalpas, egy kicsit izzadságszagú, ilyen... Zsidó! Ilyen, nem? Ne nevezzük már meg ezt a kicsit luttalpas, kicsit izzad dolgot! Nem. Zsidó! 80-as évek végi a nyugatra ilyen csillogó tekintettel, ilyen a keleti blokkból vágyakozva néző, ilyen a nyugati csodás szabadságot és a fantasztikus kapitalizmust meg a vásárlási lehetőséget elirigylő, de azért még mindig ugye a tiszacipőben, 80-as évekbeli tiszacipőről beszélünk, üldögélő életérzést, tehát egy picit szakadjunk el, mert azzal, hogy nem váltottunk rendesen rendszert, azzal mindent, amit a Kádár rendszer a magyar társadalomban ráhamisított, ráégetett, azzal mindennek a továbbélését biztosítottuk. Azt érzem benned, Robi, nagyon csalódottan, hogy te is a fogja vagy az úgyis, meg az úgyse gondolkodásnak. Ja, nemzet? Akkor ez úgyis fasiszta. De ja, jó, hogy de... ő nemzeti? Akkor ő úgyse tud rendes, modern, európai, civilizált módon viselkedni. Hát ez nem igaz. Csak a nemzeti tud modern, európai, civilizált módon viselkedni. Mert csak a nemzeti a hiteles. Csak a nemzeti lehet európai? Nem. Csak egy nemzeti ember tud saját nemzetével nem szemben lévő módon hitelesen európer és modern lenni. Kölcseitől sokszor idézzük a haza és haladást, de senki nem mondja, hogy az ést kéne háromszor aláhúzni. És nem haza vagy haladás. Ebbe a dilemmába vergődik az elmúlt 30 évben a politika. Tehát, hogyha aki hazaszerető, akkor az túl konzervatív, az túl maradandó, bezzeg a baloldal, bezzeg a liberális oldal, a progresszívek. Pedig a progresszió nem más, mint egy aljas, önbeteljesítő jóslat. Most, de ez az én dumám. Tehát te azt mondod, hogy a hazai... Ne haragudjál, de... Ez a hazai és haladás között nem vagyunk hajlandóak választani, hanem mindkettőhöz ragaszkodunk, ez az én dumám. A ti dumátok, ti attól vagytok nemzeti radikálisok. Akkor lehet, hogy mi hazánkos vagy, csak még nem tudsz róla. Lehet, hogy ti nem vagytok mi hazánkosok, csak még nem tudsz róla, baszod. Kezdjük azzal, hogy a haza és haladás között, aki nem választ, az én vagyok. Ti választotok. Nem igaz. A hazát választjátok. De nem, a legjobb esetben is arról van hát szó, a modernkori kihívásokra reagálunk. Hát hogy ne haza, a modernkori kihívások. A modernkori, igen. Ma a haladás az értékvédelmet, családvédelmet, életvédelmet jelent. Tudod ki az egyetlen ez képviselő? Mint ha magát Orbán Viktort hallanám. Ne haragudj. De most valami olyasmit, most itt tényleg ez a bonyolult. Engem nem érdekel, hogy Orbán Viktor mostanában mit kezd el mondani. Én emlékszem, amikor a fideszesek papírból tanulták a Székely himnuszt. Mi sokkal régebben mondjuk ezt. Tudod ki az egyetlen képviselő a Magyarország gyűlésben, aki életvédő? Aki szeretné, hogy abortusz előtt legalább arra
kötelezzék, igenis kötelezzék az abortusz előtt álló édesanyákat, hogy meghallgassa a saját magzatának a szívhangját. Úgy hívják, hogy Dúró Dóra, a mi képviselünk. Elmorzsoltunk egy könycseppet. Kettőt is. Az a kérdés, minden egyes abortusz után egyet morzsolj el, légy szíves. Ott úgy lesz. Köszönöm. Ott áll az egyik oldalon Gömbös Gyula, a másik oldalon Orbán Viktor, és ezt a ez egy érdekes tengelyre, kíváncsi vagyok. Igen, ezen a tengelyen futkostok ti, és ezen a tengelyen úgy álltok, hogyha egyet léptek jobbra, akkor már a Gömbös Gyulában vagytok. Ha egyet léptek balra, már az Orbán Viktorban vagytok. És ez a kurva nagy nehézségetek nektek a jelen helyzetben. Hogyan ne legyetek összetéveszthetőek az Orbán Viktorral, és hogyan ne legyetek összetéveszthetőek az igazi fasiztákkal. Túl sokat olvasgatsz a 30-as évekből, és túl sok tévet nézel manapság ebből, ezt a következtetés vagyok kénytelen leszűrni. Hát igen, az a... Tehát tényleg, ami hazánk, ott most egy ilyen gömbös, orbáni... Egyébként ez milyen tengely? Tehát ez egy nagyon bizarr politikai szkifi. Egyébként érdemes lenne megírnod. Írjátok ti. Mi mást írunk? Igen. Van itt, tudod, itt igazából nekem csak az a kérdésem, hogy miért veletek kell ezt a vitát lefolytatni? Miért nem a Fidesszel? Miért te ülsz itt, és veled definiálom a nemzeti radikalizmust? Miért nem a Fidesszel kell meghatározni? A Fidesz sokkal autentikusabban, sokkal nagyobb tétekkel, sokkal nagyobb nyilvánosság előtt, sokkal nagyobb színpadon, sokkal meggyőzőbben adja elő a nemzeti radikalizmust, mint a mi hazánk. Azt mondod, hogy egy tolvaj ujján jobban áll a gyémánygyűrű, mint az eredeti tulajdonosának az ujján? Az igazság az, hogy én ezt a tolvajozást nem hallottam, amikor a Hír TV-ben vendégül látták Novák elődöt, hogy a hasára forduljon, és utána guruljon, utána megbukfencezzen. Egy Mesterházi Attila is mondta, nem hallottam ezt a tolvajozást, egyáltalán bemenni a tolvaj TV-be, ott a tolvajok előtt bukfencezni, hasra fordulni, utána kockacukrot szétharapni. Nem tűnt fel. Tehát valahogy nem tűnt Mesterházi fel. Mesterházi Attilát akkor meg egy futóegérhez hasonlítod? Gömbös Gyulából kéne kifarolni, innentől kezdve érthető módon tolvaja az Orbán Viktor. Csak tudod, én nekem már ez a... Én igazán ezt nem értem. Na most figyelj, nem a Hír TV-ben ülök, hanem abban a megtisztelő szerencsében van részem, hogy itt a Mika Tivadar mulatóban te színpadon veled vitatkozhatom. Egyébként én ezt egy értéknek tartom, és sokkal több ilyen vitára lenne szükség. Sokkal több. Egyetlen példát tudok mondani, te ide idézted Bayer Zsoltot. Pár hónappal ezelőtt került fel a YouTube-ra a Bayer Zsoltnak, meg a Gurmai Zitának, a fiának, mondjátok már ki, a Gulyás Mártonnak volt vitája egy Trianonról. Egy vágatlan változat. Gulyás Márton a Gurmai Zita fia. Nem ő? Nem az? Az a Gulyás Balázs a Gurmai Zita fia. Jó. Bocsánat, mindegy, szóval Bayernak valamelyikkel akkor elnézést kérek, hogy nem vagyok ennyire naprakész. Volt egy nagyon kultúrát vitája Trianonról, és szerintem, ha már Bayer Zsoltot ide idézted, akkor ilyen minőségben sokkal több, és nem tévéstúdióban. Ez nagyon fontos. Nem tévéstúdióban, bruttó 6 perc 45 másodpercben jön ám a reklám, kéne az ilyen ügyekről beszélni. Tehát ilyen tekintetben, ha tőlem azt kérdezed, hogy miért nem egy fideszes ülít, hát hívjál meg akármelyiket. Nyilván ne a Hutgerit, mert szegénykém, hát azt már láttuk. De talán egy potensebb fideszes bevállalná. De hogy mi a mi hazánk nemzeti radikalizmusának az ismérve meg a Fideszhez képest, hogyan tudjuk meghatározni a nemzeti radikális mi hazánkot? Ellenzi a Orbán Viktornak a Benjamin Netanyahuval való szövetkezését, haverkodását? Tehát akkor nem az első nagykövetség nyilván nem Izraelbe fog nyílni. Miért? Azért, mert a magyar hagyományból adódóan a mai Magyarországnak a létstratégiai kérdései azok Európán belül vannak. Például egy olyan koridorban kéne gondolkodni, amely a Baltikumtól egészen az Adriáig terjed, amely így egy szövetségben esetleg meg tudja őrizni a függetlenségét és azt a státusz, hogy ne legyen végletesen kiszolgáltatva akár keletnek, akár nyugatnak. A Magyar Szigeten most az észt kormánykoalíciós párt képviselői voltak a vendégek, 19%-on állnak.
És elhangzott egy kérdés ott a nézőközönség soraiból, hogy ennek a pártnak mi az álláspontja az Európai Unióról, és utána ki is egészítette a kérdését, nevezetesen, hogy Észtország mikor lép ki az Európai Unióba. És az volt a válasz, hogy Észtországnak nem kell kilépni az Európai Unióból, mert minden jel szerint az Európai Unió az magába fog roskadni. Collapse volt az angol kifejezés, tehát összeomlik, magába roskad. Na most erre az időre felkészültnek kell lenni Magyarországnak is, és a többi, hát van egy pikás ismérve most ezeknek az országoknak, ami sajnos még mindig igaz, ez a volt szocialista elnyomás alatt élő, tulajdonképpen gyarmat országoknak. Tehát ahogy a nyugatnak megvoltak a gyarmatai, úgy a keletnek is lett pár évtizeden egy gyarmati területe, és a gyarmati örökségnek sajnos minden egyes negatív utód, tehát örökölt tényét, azt nekünk el kell még mindig viselni. Megint visszakanyarodok oda, hogy ezért 500 éves hagyaték a nemzeti radikalizmus, mert az önálló, független, sorsára rendelt magyar politikának még mindig nem volt tere vagy kiteljesítése. Nem hiszem, hogy a Fidesz ilyesmiről beszélne. Beszéljünk a szibériai bérraptartásról. Beszéljünk. Ugye ez a koncepciója a Mi Hazánknak, hogy az elítélteket, azokat nem börtönbe kell zárni, mert ezek luxus börtönök itt Magyarországon. És ez a luxus, ez felháborítja a Mi Hazánkat, ez nem nemzeti érdek, hogy ezek a bűnözők ezt a luxust élvezzék. Ezért aztán Szibériába kellene internálni ezeket a fegyenceket, és ott kellene dolgoztatni őket, és nem, ez nem, hova csúsztatok? Hát én... Most jó, internálni, ennek azért olyan konnotációja van, mint ugye annak idején a kommunizmus alatt. Na nem, most figyelj, hát a szibériai bérraptartás... Be kéne rendezni Szibériában a számukra. Nem kell berendezni, vannak ott erre alkalmas intézmények. Gulág. Nem. Semmi gulák. Tehát nem osztály meg, nem fai gulák, meg társadalmi... Új koncentrációs táborokat kell létrehozni. Várjál, na itt állj meg, mert ugye a gulágra meg a koncentrációs tábor alapján nem köztörvényes, elkövetett és bizonyított bűncselekmény alapján vittek el embereket, hanem hát osztályhoz való tartozás. Hadd hivatkozzak, hogy a Nürnbergi törvényekre, amely alapján a koncentrációs táborok lakói, hát törvényesen lettek elhurcolva. Hát, még egyszer mondom, nem hagyományos köztörvényes elítélt bűnözőkről volt szó, hanem egy ideológiai törvényalkotás mentén vélt vagy valós társadalmi csoporthoz, fajhoz, valláshoz tartozókkal szemben. Ugye én azt szoktam mondani, hogy nekem Auschwitzban az fáj a legjobb, hogy 6000 katolikus papot felakasztottak ott. Mert én egy római katolikus ember vagyok. Nyilván másoknak más fáj. Van, akinek egyébként az összes áldozat fáj, miért is ismerek. Ez viszont meg az én dumám, mert én meg kikérem magamnak bármely fronton meghalt katona nevében, hogy mások kisajátítsák a második világháború tragédiáját, és azt hirdessék, hogy az ő tragédiájuk az súlyosabb, vagy különb, vagy emlékezetre méltóbb, mint bármely katonái, aki 10 évesen ott az édesanyja után jajgatva a kezében a beleivel halt meg, Isten tudja, térképen sem létező helyeken, képtelen helyek védelmében és képtelen ügyek szolgálatában. De térjünk vissza a szibériai bérraptartásra, mert meg kellett fogalmaznunk olyan módon a büntetés végrehajtásnak azt a végtelenül mocskos és aljas és szennyes problematikáját, hogy pontosan azt nem hajtja végre, amire a társadalom rendelte, megint csak évszázadok óta. Tehát, aki oda bekerül, nagyon sok esetben, és itt a cigánybűnözők felülreprezentáltak e tekintetben, a kemény kancigányokról beszélünk, az igazi bűnözőkről, azok nem lesznek utána jogkövető állampolgárok, nem ezt éri el a büntetés, hanem képzett maffia állatok jönnek ki onnan. A legkülönösebb kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény esetében pedig igenis szükség van a társadalom számára egy üzenetre. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a legkegyetlenebb bűncselekmények tekintetében nem a magyarországi börtönökben fog, bocsánat, héderelni, hanem nézd meg a National Geographic dokumentumfilmét, mondjuk a Fekete Delfin börtönről. Láttad? Nézd meg, feltétlenül ajánlom. Ahol ott aztán
elvesztette a jogát ahhoz, hogy ember legyen. Meg kell dolgoznia érte, hogy újra ember lehessen. Mert az emberi jogok lehet, hogy születéstől fogva megadatnak az embernek, de aztán nagyon sok ember képes elveszíteni az erre való jogosultságát. Mert kötelezettségek is társulnak a jogok mellé. Nincs olyan, hogy csak jogom van, de kötelezettségem nincs. Ha nem teljesítem a kötelezettségemet, elveszítem a jogomat. Ez az a funkció, amit a büntetés végrehajtásnak végre kéne hajtani, amit itt Európában, az Európai Unió területén, itt, vagy hát akár itt Magyarországon, az országnak a jelenlegi határai között, hát egyszerűen nincs lehetőség. Ehhez Szibériába kell őket elvinni. Hát Szibériában egyszerűen megvannak azok a... A szibériai az nem földrajzi megjelölés, hanem egy metodika. Szakmai körülmények, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hát ezeket az embereket a jogaiktól megfosszuk. Hogy a börtönbe kerülés, hogy egy jogfosztott állapot. Elveszejtsük. Hát igen, csak... És tudod, mit beszéljünk már inkább az áldozatok jogairól. Mindig a bűnözők jogairól. Ez egy nagyon torz, liberális, beavaszkodó felfogás, hogy egy bűnesetnél ott hogy lehet a bűnelkövetőnek a jogaira hivatkozni? Tehát kinek van ehhez arca? Ne haragudj. Az áldozatokat mennyiben segíti, vagy mennyiben lesz jobb az áldozatoknak attól, hogy Szibériába internáljátok az elkövetőt, és nem pedig magyarországi börtönökben. Magyarországon is ki lehet alakítani szibériai viszonyokat, és talán még hűtőház se kell hozzá. Hát készen álltok Magyarországon kialakítani a szibériai viszonyokat. Akár, magánbörtönök intézményével akár. Ez is egy lehetőség, de mindenképpen a legfontosabb, hogy társadalmi vitára bocsássunk úgynevezett magánbörtönök. Tabu. Magánbörtönök, akár, ez még akár jó üzlet is lehet. Akár. Akár. Igen. Ugye, igen. Szeretném jelezni, hogy ez a koncepció, amit ti megfogalmaztok. De nem arról beszélek, amit Amerikában tapasztaltunk, hogy a bíró úr pénzért ítél el tínédzsereket egy füves cigér másfél év fiatalkorú börtönbüntetésre meg ilyesmi, mert az visszaélés például a magárosodott intézménynek a felhatalmazásával. Tehát mielőtt erre vinnéd? Én csak azt szeretném megjegyezni, hogy ez az érvelés, meg ez a koncepció, erről a szibériai bérraptartásról, meg a jogokról, amelyektől megfosztunk, és amelyeket vissza kell szerezned, és ennek a fetisizálásáról. Fetisizálás? Hát igen, ennek a fajta büntetés végrehajtásnak a fetisizálásáról. Erre mondom, szent tárgyá emeljük a büntetés végrehajtásnak azt a formáját, amit mi elképzelünk, hogy esetleg hasznot hajtó lesz a társadalom számára? Igen, bálványozzátok, igen. Igen. Erre mondom azt, hogy civilizáció ellenes, kereszténység ellenes. Igen. Miért is lenne az? Alapvetően. Tudod mit? Megajánlok minden súlyos bűnözőnek, én most itt Jónás Leventeként egy keresztény régi történeti jogot, nevezetesen, hogy aki az egyház szolgálatába áll élete végéig, az mentesül a büntetés alól. Nevet nem mondanék. Az egyetemen tanulok közgázt és történelmet, és hát ezt a diskurzust akarom felhasználni, hogy feltegyek egy kérdést a mi hazánknak. Milyen céljai vannak a cigányság felzárkóztatásával, és a cigány, tehát azokkal a cigányokkal szemben, akik mondjuk nem bűnözők, de mondjuk nyomorban élnek, meg minden ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, de tényleg őszintén. A cigányság is a magyar hagyomány része, hiszen a cigányság első hullámai luxemburgi Zsigmond alatt jelenlegi történelmi ismereteink szerint mintegy 600 éve érkeztek ide. Pontosan azért találtak itt otthonra, mert ha nyugatabbra mentek, akkor lenyilaszták őket. Pontosan azért találtak itt otthonra, mert a mai napig például Pakisztánban, ha megjelennek a cigányok, akkor annak híre megy, és maguk az ottani helyiek mennek rájuk botokkal. Na most... Egy picit a cigányság a gazdátlan csónakja mondjuk a magyar viharos tengeren hánykolódó történelemnek. De hogy kiszaladjak ebből a hülye képből, elnézést kérek érte. Úgy gondolom, röviden fogalmazva, hogy a cigányságot vissza kell vezetni a magyar rendbe. A Szent Istváni alkú az volt bármely idejövőnek, hogyha azonosulsz a magyarság, a többségi magyarság és a kultúraadó magyarság céljaival, akkor a saját kultúrádban nem leszel bántva, nem leszel sérülve, ápolhatod a saját hagyományaidat, de azonosulnod kell ezekkel a célokkal. Na most azt gondolom, hogy 2020-ban akár cigánynak hívják, akár nem cigánynak hívják, akár 3 éve jött be, akár a dédöreg anyja jött be 300 éve, senki nem engedheti meg magának, hogy ne teljesítse a kötelezettségeit,
és aztán, hogy ementén élhessen a jogaival. Tehát a cigányságnak bele kell szoknia a modern Európai Uniós létbe. Nagyon egyszerű dolgokról beszélek. Rendesen iskolába kell járatni a gyerekeket, rendes munkát kell vállalni, és nem mindig a könnyebb utat keresni. Nem véletlenül őrzi a magyar nyelv jelenségeiben ezeket a kifejezéseket, hogy cigány útra szaladt valami, vagy cigánykodik valami, vagy valaki, vagy pedig cigány megy ugye a kisebb, hitványabb, stb. Stb. Azt gondolom, hogy a cigányságnak igen nagy, igen. Ezt mondjuk ki, mondjuk ki. Mondjuk hát, ki. A cigányság hitványabb, mint a fekete magyarság. Nem ezt mondtam, hanem a magyar nyelvnek van hát ezért egy ilyen nem véletlen, de ezért nem véletlen. Van egy ilyen, hát most mondtad, van hogy egy nem ilyen emlékezet, van egy ilyen emlékezet, hogy a cigány sokszor hitványabban hát viselkedik, van ez mint a magyar. Hát de mitől van ez az emlékezet? Azért, mert hitványabb, mint a magyar, nem? Mert hitványabban viselkedik. Miért viselkedik hitványabban? Mert jobb minőségű ember? Nem. Nem. Hanem mert nem szokott bele az európai egy helyben marasztaló földműves népbe. Én már csak arra mert egy olyan vándornépről van szó, aki nem adta föl a vándor életmódját. Mert csak a faluszélen talált meg a helyet, mert nem volt képes integrálódni a magyar közösségbe. Nem származás kérdése. Nem véletlenül említettem, hogy 21 etnikum tartotta magát más etnikumnak a magyartól még 1910-ben is. Mégis velük nincs ilyen gond. Nincs ahogy, hogy kunbűnözés, vagy jászbűnözés. Miért kellene az Európai Uniós létbe beleszokniuk, amikor az Európai Unió mindjárt szét fog esni? Jó, mindjárt akkor európai vesző jelenleg omlani. Uniós létbe. Jó, tehát ettől te több vagy, hogy kekeckedj jelen. Jelenleg, jó, nem, de nem, én csak minden második mondatban egy pozitív konnotációt kap az Európai Unió, minden páros mondatban meg egy negatívat. Tehát most azt kéne először is eldönteni. Mind a kettővel bír sajnos. A helyzet az, hogy én meg ezt a cigánysággal kapcsolatos, hogy mondjam, csak őszintén. Fenntartást. Megy az. Ezt a fenntartást, meg hogy most reaktiváltátok a cigánybűnözés fogalmát, újra nem használatba, mi reaktiváltuk, újra hanem használatba, az elszenvedő áldozatok élik újra át. Használatba vettétek a politikában a cigánybűnözés fogalmát, amelyet Vona Gábor föladott, amelyet Vona Gábor kivont a politikából, még a kifejezést is. Az most visszatért a mi hazánk retorikájába, hogy nem. Úgy tűnik, hogy Novák Előd, meg mindazok a mi hazánkosok, Dúró Dóra, Torockai László, és mindazok a mi hazánkosok, akik korábban jobbikosok voltak, azok készen álltak elhagyni a cigánybűnözés retorikáját, még magát a cigánybűnözés kifejezést sem hallottuk a szájukból, amikor abban szimatolták a miniszteri széket. Amikor azonban ez a koncepció összeomlott, Vona Gábor fölállt a Jobbik éléről, a Jobbik szétszakadt, és kiszakadt belőle a mi hazánk, hirtelen a mi hazánk visszatalált a Vona Gábor néppártosodása előtti retorikához. Én már csak ezt nem értem. Vona Gábor nem feladta az elnöki székét, hanem a titani kapitány, akit elsőként luxus mentőcsónakba átszállt. Ez gyorsan okay, hadd reagáljak ezzel. Mennyire lehet komolyan venni? A cigánybűnözés.com honlap, amit Vona Gábor kérésére hoztunk létre, én írtam a nyitócikket egyébként. Az volt a címe, talán még megtalálta, hogy a cigánybűnözésről rasszizmus nélkül. Feltétlenül ajánlom, hogy olvasd el. Jó, oké. Okay. Szóval nem, csak az a kérdés, hogy hol volt ez a retorika a néppártosodás idején. Akkor hirtelen konzervatív retorikára váltott a párt, és érdekes módon Novák Előd nem szállt ki. Érdekes módon Dúró Dóra, Torockai László nem szállt ki, hát hanem maradtak ki. Bent a... Maradtak pont ők szálltak ki, pont ők szálltak nem ki. Akkor egy, szálltak egy ki. Pártközösség... Na, figyelj csak, Robi, te magányos farkas vagy, de azért kell tudni egyébként falkában, csordában, nyájban, közösségben is mozdul, és van belső pártfegyelem. Mm. Pont ők szálltak ki, és mutasd már még meggyőződésed ellenében bent maradsz egy pártban. Van ilyen. Ezt hívják farkasfalkának. A zsákmány érdekében. De várjál. Hogy adjak esélyt annak, hogy mégiscsak az én igazságom több platformon vagy bármin keresztül jut érvényre. De mutasd már nekem ma Magyarországon még úgy parlamenter politikust, aki a kevesebb pénz, kevesebb szereplés, kevesebb lehetőség irányába mozdult el. Mert a mi hazánkot megalakítani, ezt Torockai Laci úgy szokta mondani, hogy Dugovis Tituszi ugrás volt a semmibe, én azt mondanám, inkább egy Dobói Istváni törökvárás volt, aminek szinte tuti volt, hogy halál lesz a vége, hősies, de mégis helytáltak. Hősök. Pontosan. Én már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a felesküvés a szent koronára,
hogy visszaadják a mandátumukat a képviselők abban az esetben, hogyha kilépnek a Jobbikból, vagy hogyha kizárja őket a Jobbik, az hova lett? Egyáltalán mit szól a Szent Korona, hogy hazugul esküdtek fel rá a Mi Hazánk politikusai? Kérdezd meg a Szent Koronától, vagy éppen az érintettektől. Ja. Egyébként hát, azt gondolom, nem válaszol, nincs itt semmi látnivaló. Boldog karácsonyt! Az jó volt. Egyébként azt gondolom, hogy azzal, hogy ők a Jobbikus, ugye listás képviselőkről van szó, akik a Jobbiknak köszönhetnek mindent, és ők ezt feladták. Talán azt gondolom, hogy ezzel teljesítették az esküjükbe foglalt kötelezettséget. Vissza kellett volna adni a mandátumukat a pártnak. Nem adták vissza, hanem annak a pártnak, amelyik elárulta azt az esküjügyet, amit a Szent Korona előtt tettek, annak a pártnak adják vissza a mandátumot? Nem. Megesküdtek a képviselők arra, hogy visszaadják ennek a pártnak a mandátumot, hogyha a párt kizárja őket, vagy ha ők kilépnek a pártból. Kiléptek a pártból, nem adták vissza a mandátumukat, tehát hazudtak a Szent Koronára. Ennyit ér a nagy testvériség, meg ennyit ér a nagy bajtársiasság, ennyit ér a Szent Korona iránti oldhatatlan elkötelezettség. Már csak ez a kérdés, hogy egy hatalmi technika volt. A Szent Korona nem egy fétis tárgy. Hát eddig kurvára úgy tűnt. Nem. A Szent Korona eszme az már más kérdés. De tudod mit? Kanyarodjunk csak vissza. Igen, de ha nem egy fétistári, miért kellett rá felesküdni? Nem én esküdtem fel, ezt ne tőlem kérdezd meg, és tényleg szakadjunk már ettől a szintől. Menjünk magasabb szintre vissza. Mert nem véletlenül érdemes veled vitatkozni erről a kérdésről. A cigánybűnözés az nem egy topik, amit előveszünk, meg visszateszünk. Hanem az a legszörnyűbb, legveszélyesebb, legnehezebb kihívása a mai magyar közösségnek. Itt nagyon durva prognózisok látnak napvilágot. Itt nem véletlen, hogy bizonyos cigányvezető, aki egyébként annak idején még Jobbik tag volt, Kamarás István, még együtt jártunk egyetemre, az azt vetette föl, hogy 4 észak-magyarországi megyének el kell szakadni a Magyarországtól, persze úgy, hogy a szociális hálót a magyar állam tartsa fönn, meg építsen iskolákat és kórházakat. Mondjuk egy ilyen elszakadás bármely népcsoportnak a kedvére válhatna. Amikor az van, hogy Érd és Enyink kapcsán, ugye mind láttuk a felvételeket, ilyen hülyeségekről beszélnek, hogy 3 millió forint házasodási pénz, meg mit tudom én, amikor mindenki tudja, hogy az érdi enyingi cigány maffia tartja a Balaton körüli bűnözést, prostitúció, drogok, stb. És ugye vírusjárvány, sok az eszkimó, vagy sok a cigány, és kevés a fóka, tehát több százmilliós bevételek tűntek el az alvilágból, és ezért mentek egymásnak. Mégse hangzik el egy szakértőtől se. Pintér Sanyi bácsinak nem áll ki egy államtitkára, hogy igenis itt egy súlyos szervezett bűnözési problémáról van szó, és mindent megteszünk, hogy felszámoljuk. Persze, 2 hét alatt Pintér eltüntette a közrendet, vagy mit ígért 2 hét alatt? Én már akkor azt mondtam, hogy 2 hét elegendő az összes magyarországi bűnszervezet vezetőivel találkozni. Ilyen értelemben ő letudta a feladatát. Már csak az a kérdés, hogy akarunk-e olyan rendszert, meg akarunk-e olyan országot, amelyik Szibériába küld minden elítéltet, persze Budaházi Györgyön kívül. Őt ugye nem. Tehát, ugye, Budaházi György letöltötte a büntetését. De nem Szibériában, ha jól tudom. Nem, ez az igazi hiba. Nem volt neki egyszerű. Ez az igazi hiba. Nem volt egyszerű. Nem. Budaházi Györgynek nem volt egyszerű, csak minden más hittesnek luxus. Hát erről van szó, hogy amikor bárkit lecsuknak, akinek egy kicsit is sötétebb a bőre Budaházi Györgynél, akkor az egy luxusbörtönbe vonul. Szegény Budaházi Gyuri, a nemzetieknek, a hazafiaknak a vezére, ő pedig hát mártír, akinek hát nagyon nem volt egyszerű így sem, hogy luxusbörtönbe kellett mennie. Hát arról van szó, hogy küldjük őket Szibériába, kivéve a Gyurit, aki hát... Budaházi György életvitelszerű bűnöző? Kirívóan közösségellenes az egész életvitele? Hát ne mondd már, azért ne hozd már egy szintre, és amikor luxusbörtönökről beszélünk... Nem én hoztam egy szintre, hanem a független magyar bíróság. Tudtad, hogy a független magyar bíróság az úgy működik, hogy a cigány származás miatt enyhébb büntetést kap? Egy cigány elkövető? Tudod, hogy ez a napi gyakorlat? Tudod te azt, hogy egy fogházból 2 hetente ki lehet menni, haza lehet menni? És a legtöbb büntetés fogházas. Ugye az úgynevezett kisebb értékű lopások, értsétek jól, vagyis 100 lopásból egyszer elkapnak egy biciklivel, és akkor júj, kapok 6 hónapot egy fogházba. És ebből mi következik? Hogy de
bocsássál hogy a társadalmi is... igazságosságot kell, hogy szolgálja a büntetés végrehajtás, nem az úgynevezett globális, liberális értékeket, amik nem is liberális értékek, mert a liberalizmus kifújt, lefőtt vége, mindent teljesített, ami a feladata volt. Most szabadságrejében szabadosságot hirdetek, már túlkövetelés az, amit liberalizmusnak álcázva ma hirdetnek. Na, hát nem, hát minden eszme kimerítette a saját lehetőségeit, kivéve a nacionalizmust, a militarizmust, a nacionalizmus is kimerítette a saját lehetőségeit, azt gondolom. Egyébként mondtad, hogy egyenruhában masírozás. Én nagyon szeretem a Betyárselynek a pólóját, mert az van ráírva, hogy ne bázd a magyart, mert pórul jársz. És nem tudom, hogy tudod-e, honnan származik a ne bázd a magyart kifejezés a magyar irodalomból. Nekem könnyű, mert ugye én látom mindig, ez Zrínyinek volt egy ilyen röpirata 1660-as években, hogy ne bázd a magyart, avagy orvosság az török áfium ellen. Ha én írtam volna a pólót, akkor azt írtam volna, hogy ne bázd a magyart, avagy orvosság az liberális áfium ellen. Nézd, én igazából csak azt szeretném érteni, hogy miben áll a különbség a hagyományos értelemben vett 20. századi avit fasiszták, meg a jelenlegi mi hazánk között. Azt mondod, az, hogy ez egy hagyományos értelemben vett avicasi dolog, ez pedig egy modern, egészséges, önvédelmi reakciója egy nemzeti közösségre. Én értem ezeket a lózungokat, csak szeretnék konkrétumokat hallani. Tehát azt szeretném hallani, hogy mi az, amit Gömbös Gyula sosem tett volna, amit Imrédi Béla sosem tett volna. Történelemben nem érdemes föltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha és ezt te jól tudod. Jó, oké. Akkor máshogy kérdezem. Mik azok az ismérvek, amelyek megkülönböztetnek titeket azoktól a fasisztáktól, akik ténylegesen, rendesen militaristák, szélsőségesen nacionalisták, a határokat azokat kiebb akarják tolni, a szomszédos népekkel szemben türelmetlenek, és a megszállás szándékát hordozzák. Na, hát ezek erős állami szerepvállalásra törekszenek a kapitalizmusban. De nem tudom, alá kéne támasztani valamivel, mert mi benne vagyunk abban, hogy ne legyen erős állami szerepvállalás, hogyha egészséges, civil aluljövő közösségi kezdeményezések átveszik az államtól ezeket a feladatokat felelősen, tisztesen, erkölcsösen és hitelesen. És lehet, hogy egyébként egy újfajta demokráciának itt van a magja. Amikor igenis merhetjük felhatalmazni az embereket erősebb szerepvállalással, mert van egy olyan etikai, erkölcsi mező, ami nem engedi a kilengéseket, ami nem enged teret az olyan szélsőségességeknek, mint például a homoszexuálisok gyermekvállalása. Na, de hát ez az az igazság, hogy Kövér László arcán a ráncok kicsit elsimulnak, amikor ezt hallja. Hát az igazság az, hogy ő az... Nem biztos, hogy felveszünk a pártba, ha jelentkezik, hogyha erre célzol. De lehet, hogy nem jelentkezik. Lehet, hogy megvan a helye. Már jól befészkelődött valahova, ezt nem adná föl azért, hogy budapesti alelnök legyen nálatok. A kérdés az az, hogy szóval ahogyan a neoliberalizmus, az, meg az egykulcsos adó, meg a nagybirtokrendszer megfér Bogár Lászlóval, meg az ő konteóival, úgy fér meg a kuruc hagyomány a tradicionalizmussal. Na most a nagybirtokrendszerrel kapcsolatban megnézted a Lacinak hát nem a legújabb videóját, 2-3-mal ezelőtti a Virradat program, amelyet magyarok írtak, tehát több ezer konkrét javaslat mentén, ezt Laci maga válogatta össze, és ha már említetted a 30-as éveket, szeretnénk hangya szövetkezeteket újra. Szeretnénk a háztáji, kistermelői gazdaságokat visszaállítani. Szeretnénk mezőgazdasági élelmiszerfeldolgozó ipart. Szeretnénk kiteljesíteni a magyar turisztikai hagyományokat, a magyar vendéglátást, nem ilyen neres szállodarendszerekkel, hanem a tanyasi, a falusi turizmus feltámasztani, és a többi. Mind a kettőnek egyébként elengedhetetlen feltétele először a biztonság, a rend és a kiszámíthatóság megteremtése. És ha ez a három összejön, akkor talán megvalósul a rendszerváltásnak egy nagyon-nagyon elsikkadt célja, nevezetesen, hogy az egyszerű embernek lehetősége legyen a gyarapodásra. Mert pont ez a legfontosabb cél maradt el a rendszerváltással, azt gondolom. Emlékezetes eset volt, amikor Kirittyány Zsolt pofánvágta Novák Elődöt,
mert a szélsőséges börtönviselteknek nevezte a betyársereget, és hát utalt arra, hogy hát talán az nem helyes, meg talán nem felel meg a nemzeti érdekeknek, hogy rovott múltú állampolgárok képezik a definícióját a nemzeti politikának, és határozzák meg az irányát a nemzeti radikalizmusnak, és hogy őket példaképként állítja a betyársereg. Kinek higgyünk? Torockainak vagy Novák Elődnek? Mi az álláspont aktuálisan? Hihetsz mind a kettőnek, sőt Kirityán Zsoltinak is. Most nagyon jól érezték magukat a Magyar-szigeten együtt, én nem láttam ilyesmit egyébként. Most jöhetsz azzal, hogy... A Torockai, azt tudjuk, hogy a Torockai az a betyársereknek volt az egyik hát, hogy mondjam, igazodási pontja és atyamestere. Már az alapításkor. Itt tényleg ez a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban nincs álláspont? Vagy arról van szó, hogy itt a posztmodern logika mentén megkerüljük ezt a kérdést? A múltkori Magyar-szigeten mind a ketten nagyon jól érezték magukat, úgyhogy nem vagyok hajlandó válaszolni a kérdésre. Ez nem kérdés. Ez mostantól nem számít. Lépjünk túl ezen. Én ezt nem mondtam, nagyon szívesen válaszolom. Légy szíves, mondd meg, hogy kinek volt igaza. Novák Elődnek volt igaza, vagy Kirityán Zsoltnak, mert ez egy fontos kérdésnek tűnt, hiszen pofán verte Kirityán Novák Elődöt. Nem voltál még úgy baráti társaságban? Sok éves barátságokról és kapcsolatokról van szó, hogy mondjuk akár ittosan, akár hogy eldurrant egy pofon, vagy egy pofánverés, és aztán meg túlléptetek rajta. De aztán utólag mindig meg lehetett beszélni, hogy mi volt a konfliktus, és kinek volt igaza. Tehát... Igen. Nos? Van egy olyan intelligens álláspont, amikor nem az igazságot keresed, hanem a harmóniára törekszel a magasabb rendű célok érdekében. De most, hogy ők akkora harmódiában vannak, hogy most a múltkor a Magyar-szigeten pofán se verték egymást. Tényleg ekkora undorral az arcodon mondott ki, hogy Magyar-sziget? Ez a szigetnek szól, nem a magyarnak. Értem. De miért, hogy kérdez? Már bocsássál meg, de én azért szeretnék még mindig, bocsássál meg, de még mindig szeretnék választ kapni a kérdésre. Szóval, hogy probléma az, hogy bűnöző romantikát folytat a betyársereg, miközben... Állj, miközben bűnöző a mi romantikát hazánk... folytat a betyársereg? Novák Előd fogalmazott így. Szerintem most nem ezért fogalmazza aztán így. Pofán verte Kirityán, hát nyilván nem fogalmazna, így nem akarja, hogy még egyszer pofán verjék. Vagy azért, mert nem így gondolja most már. Hogy nem így gondolja? Átgondolta. Lehet, hogy ezek azok a pofonok... Látod, ez bizonyítja, hogy a nemzeti radikalizmus mennyire modern, és együtt halad a korral. Na igen, ez nagyon korszerű. Hát így kell megértetni, gondolom, a cigányokkal is, hogy nem kell bűnözni. Pofán kell őket párszor verni, és akkor megértik, hogy rossz nyomvonalon haladtak eddig. Ha máshogy nem megy. Hát ez a Kirityán... Aha, értjük. Ez a Kirityán módszer. Ahogy a Novák nem, ez Elődnél... egy történelmi hagyományú módszer. Novák Elődnél is működött, hogy néhányszor pofán kellett verni, akkor tehát jól értem, hogy helyesen tehát tette Kirityán. Tehát most Novák Előd a mi hazánk cigánybűnözője? Ezt akarod kihozni belőle? Hát amennyiben megrendszabályoztátok, és azóta tudja, hogy hányas a kabát. Na várjál, most már ott tartunk, hogy megrendszabályoztuk. Egyébként fingom sincs, mi volt ez a konfliktus. Tehát ez nálam hát kimaradt. Azért mondom el. Értem. Na jó, köszönöm egyébként... szépen. Egy kis nemzeti radikális történelem. Ebben mindig nyitott leszek és vevő. Ezt bármikor megbeszélhetjük. Baszki, én tehetek róla, hogy nem tudsz arról, hogy miért verte pofán az egyik tagotok a másikat. Nem is érdekel. De... Jó, rendben, engem meg igen. Tehát engem meg igen, mert ez például egy... Nevében tudok nyilatkozni, én két embert vernék pofán nagyon szívesen, az egyik Vona Gábor, a másik Szabó Gábor, és ennyi. Uh-huh. Szóval, értem, rendben. Egyébként nyugodtan, egyébként szóval, hogy tudod, a törvényeken kívül semmi nem tiltja. Így van. Tudod, csak az a kérdés, mert ez egy releváns kérdés. Hogy a releváns kérdés például ez a ti táltos kereszténységetek. Hogy akkor, ős magyar turulpogányságnak, vagy pedig a apostoli kereszténységnek, és a kettős kereszt szellemében megszerveződő ezer éves magyar keresztény tradíciónak vagytok-e a
az elkötelezettjei, a letéteményesei. Ezt is jó lenne tudni, ez is jó lenne tisztázni. Képzeld el, hogy azért nem vagyunk fasiszták, mert nem ilyen szemellenzős egység van nálunk, közben hát ott valaki jelentkezik, tehát nem ilyen szemellenzős egység van nálunk, hanem megfér. Vannak, akik inkább mondjuk így akkor koppánytáboriak, és vannak, akik istvánpártiak. De mind a kettő megfér egymással, és nem gyilkos ellentétről van szó. De ez egy ellentmondás. Egyébként mindenkinek ajánlom, hogy nézze a Facebookon az Uktáltos oldalt. Mi is tisztában vagyunk azzal, hogy vannak némi, hát maradjunk annyiba, hogy idealisztikus romantikába hajló túlzások. Van ez például a magyar őstörténettel van, kapcsolatban. Ez úgy gondolom, hogy egy releváns ellentmondás, jó lenne valahova lerakni a garast. Mert ez bíz ránk, hogy ezek ellentmondanak egymásnak. De bocsássál meg, érted azt, hogy ez bíz ránk, hogy hova rakjuk le? Ez igen. Egy vita a nemzeti radikalizmusról. Igen. Nem arról szól, hogy ha az a dolgom, hogy bízzam rátok, akkor te mit keresel itt? Akkor mit vitatkozunk itt a nemzeti radikalizmusról, hogyha ez a hozzáállásod, hogy bízd rám a nemzeti radikalizmusnak a kérdéseit? Nem bízom rád, mert hogy ez egy vita. Hogy a nemzeti radikálisok hogy vannak, hogy az istváni apostoli keresztény örökséget viszik tovább, vagy pedig a koppányi, hogy is mondta, turultáltos vagy nem tudom, szóval hogy azt a vonalat. Uh-huh. Miért hát, hogy egymás kizáró ellentétben álljon ez a kettő? Azért, mert a püspök az azt mondja a táltosra, hogy a táltos az egy szélhámos. Ez a kora középkorban mondta, táltos, igen. A táltos meg azt mondja a püspökre, hogy a püspök az egy gazember hazudozó. Ez az ellentmondás alapja. Ez lenne egy 1100-ban játszódó RTL klubos sorozatnak, mondjuk a Pogányok közcímmel. Egy nagyon érdekes epizód fejezete, ez nagyon-nagyon tanulságos lehetne. De hogy mára a posztmodern szelleg elmosta a különbséget a táltos meg a püspök között. Nem, ezt sem mondtam. A táltos kicsit püspök, a püspök kicsit táltos, mert ti nektek az az érdeketek, hogy ne foglaljatok állást egyik mellett sem, mert abban a pillanatban szimpátiát veszítenétek, vagy itt, vagy ott. Vagy a túlul nemzetség tagjai vonnák össze a szemöldöküket, vagy az apostoli ezer éves keresztény magyar államnak a hívei ráncolnák össze a homlokukat, és nektek erre nincsen szükségetek, tehát az ellentmondásokat elmossátok, egymásba mossátok, tudomást sem vesztek arról, hogy szöges ellentétben áll a két szellem egymással, mert ti nem akarjátok eldönteni, mert valójában ravaszdi politikusok vagytok, akik kéritek mindkét tábornak a szavazatát, kéritek mindkét tábornak a szeretetét, ezért nem vagytok hajlandóak eldönteni, hogy turul nemzetség, vagy pedig az apostoli magyar állam az a tradíciója. Egy bár csak így lenne, hogy ekkora erőcsoportok vannak nálunk, és tényleg itt ilyen dolog, nem. Kérdezd meg bármely nemzeti rendezvényen dolgozó árust, mondjuk aki nemzeti jelképeket árul. Ugye ott vannak kettős keresztek, szimpla keresztek, vannak pogány szimbólumok, van csodaszarvas nyakba való, vagy éppen van teljes nagy címer kitűző, stb. Képzeld el, hogy a kettő együtt megfér egymással, mert mind a kettő a múltnak a része. És szervesült a magyar hagyományba. Szerintem meg a kettő azért fér meg egymással, mert valójában egyikből sem következik semmi. Na bármelyikből bármi következne, akkor már ellent kéne, hogy mondjon a másikkal, és konfliktusba Robi. Kéne, hogy kerüljön a másikkal. De Robi, mivel, te mit hoztál otthonról? Neked mi a tradíciód? Neked mi a hagyományod? Mi a szíved csücske? Mi az, amit otthonról hoztál? Bármit mondasz, tényleg nem tudom. Személyeskedjünk, neked meg büdös a szád. Tehát nem, így is játszhatjuk. Persze, hát így is játszhatjuk. Akkor neked te meg ki a faszom vagy? És honnan a faszomból veszed magadnak a bátorságot, hogy belepofázz a mikrofonba? Hát így is játszhatjuk ezt a vitát. Tudod, neked mi a tradíció? Te ugyanhonnan jöttél. Azért kérdezem, hogy csak fel tudod-e fogni a nemzeti radikalizmusról, hogy valaki akár otthonról elhozza magával mind a kettőnek a szeretetét és tiszteletét. Mert ezek a történelmi életkező dolgok, hogy valaki, uram, bocsá, tud rajongani nem csak Napóleonért, hanem a francia forradalmárokért is. Mert történelem mind a kettő. Ne, a probléma az, hogyha valaki egyaránt tud rajongani, az 16. Lajosért, meg Maximilien Robespierre. Jó, de az egyik levágta a másik fejét. Egyik levágta a másik fejét. Az már határozott ellentmondás. Bizony, és a püspökök ugyanígy levágták a táltosok fejét. Bizony, tudjuk, a magyarság egyharmadát kiirtott a Szent István. Pontosan ugyanígy. Ez volt az ára az európaiságunknak. Hidd el, jónak mondod, én aztán elképzelem magam előtt azt a kalandozásokban, rablásokból élő magyar harcost, aki savanyú ábrázattal vette tudomást, hogy le kell szállni a lóról, és úgy kell művelni mostantól kezdve, ugye ezer környékéről beszélünk, a földet, mint a,
az eddig kiröhögött szláv parasztok, ráadásul decimál dézsvát kell fizetni, meg mindent iszoló építse egy templomot. Hát ez iszonyú, iszonyú lehetett. Na de ez 1000 évvel ezelőtt volt. Jó, de még egyszer mondom. Hogy mondjam, ennek a szellemében vagyunk mi itt a Kárpát-medencében. Ennek a szellemében melyiknek, létesült melyiknek, a magyar... Melyiknek? Hát az istváni szellemben. Ebben a szellemben létesült a magyar állam. Ebben a szellemben létezik 1000 éve a magyar állam. És akkor hogy erre lehet, hogy a mai napig faragnak emberek kopjafákat is? Hát ők az ők akkor megtagadják ezt az 1000 éves európai létet? Ők ki akarnak szakadni a keresztény Magyarországból? Az a tradíció... Ők koppályszobrot szeretnének a Gellért hegyen? Az a tradíció fennmaradt. Tessék! Én már csak azt szeretném, hogyha te... mint nemzeti radikális, vagy te, mint olyan politikus, én például római katolikus vagyok, tehát jól nemzeti radikális, nemzeti radikálisnak vallod magadat, foglaljál állást ebben a kérdésben. Jólás Leventeként egyes szám első szemében, én római katolikus vagyok, és rajongással tekintek az ős magyar hagyományra is, annak legalábbis nem a skifi részére, nem a fikcionált részére, hanem a bizonyított részére, és nagyon szomorú vagyok, hogy azokból a korokból nagyon kevés, elenyésző a konkrét régészeti, történeti bizonyíték, az írásos forrásokról nem is beszélve, hiszen az csak István utáról van magyar nyelvű írásos emlékünk. Na és akkor most, hogy már benne vagyunk, ne essünk ki ebből, a Kirittyán és a Novák konfliktusában, te, mint Jónás Levente, azzal az őszinte karakán igazmondással, amivel a nemzeti radikálisok úgy általában beleállnak a saját álláspontjukba, mit gondolsz? A betyársereg valóban romantizálta a bűnözést? Igaza volt Novák elődnek ebben? Vagy Kirittyán Zsoltnak volt igaza, hogy pofán verte Novák elődöt? Könnyen hozol nehéz helyzetbe, de mégis nagyon egyszerű a válaszom. Pont leszarom. És tudod miért? Nem, az egy aljas lapos szerva lett volna, tehát azt nem. A boldog karácsony miatt. Meghagyjuk Robinak, mert azt jókor jó helyen mondta. Na, visszatérve, tehát... Leszarod meg. Értem azt, hogy Novák Erőd miért mondta, vagy miért hitte azt, hogy mit is mondtál, bűnözés romantizálása. Mm-hmm. És megértem azt, tehát értem az egyik oldalt, és megértem azt, hogy a Kirittyán Zsolti erre mondjuk miért pofonnal reagált. De tudod mit, most nem fogsz meglepődni, én ezt is egy politikai nagyságnak tartom, hogy ez a két ember tud együtt dolgozni ezek után is. Ugyanis egyiknek sem volt igaza. Tehát sem Elődnek nem volt abban igaza, hogy bűnöző romantizálás beszél, hogyha arra célzol, hogy a Zsolti büntetett előéletű, hát igen, volt neki egy súlyos testi sértés ügye, ezt ő maga mondta el egyébként egy előadáson. Viszont az nem lehet, hogy pofáváljuk a másikat. Tehát ilyen szempontból egyiknek sincs igaza, akkor ez a válaszom. De politikai nagyságnak tartjuk azt, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagyon durván összevitatkoztak, hogy ráadásul az egyik pofán verte a másikat, most még mind a kettő megél a nemzeti radikalizmusából? Még mind a kettő a húsos fazék környékén lavíroz? Ez nem tudom, milyen húsos nagysága. Fazékról beszélsz, mert társadalmi munkában dolgozunk, inkább eladósodva vagyunk, és nem kapunk pénzt azért, amit csináljuk, de nem is pénzért csináljuk, úgyhogy ez így könnyű nekünk. Hát, szóval... Nekem eddig azért határozottan úgy tűnt, hogy a országgyűlési képviselő Dúró Dóra, aki egyháztartásban van és él és működik a Novák Előddel, hát azért talán mégiscsak az 1 milliós országgyűlési képviselői fizetésből élnek, de hát hogyha nem így... 4 gyermekkel. Hát igen, 4 gyermek. Igen. Szóval, hogy ebben nincs... Nem tudom, mennyi most egy önkormányzati fizetést, képviselői fizetés, nyilván kerülete válogatja. Vélelmezem, hogy nem több lett 200-nál egyébként. Talán még egy kicsit kevesebb is. Uh-huh. De nem személyeskedünk és nem turkálunk politikusok zsebébe, ugye? Hát nem a fasz, nem. Hát más se csinálunk. Egy országgyűlési képviselőtől egyébként már hadd ne irigyeljük el azt a nettó 800-at vagy 1 milliót, amiből egyébként... Orbán Viktor olyan becsületesen rendesen megfizeti őket. Kizébe azt az Orbán Viktor. Miért hagyjam? Mert most Dúró Dóráról és Novák Elődről beszélünk. Hát és ő utalja hogy... ki. Hát miért hagynánk az Orbán Viktort? Könyörgöm. Hát ő Orbán Viktor utalja ki. Hát Orbán Viktor emelte fel a fizetését. És mindegyik meg is szavazta. Tehát most ezt hagyjuk. De hidd el, hogy egy parlamenti képviselő a magánpénzéből is nagyon-nagyon sokat áldoz.
nagyon-nagyon sokat áldoz. Én egy ilyen lenyűgöző teljesítménnyel bíró páros nagyon keveset tudnék mondani. És visszatérek még mindig, mert egy valamit el akartam mondani. Mondtad ezt a cigánybűnözés topikot, hogy leveszi, kiveszi. A Mi Hazánknak az új elnöksége kelet-magyarországi potens emberekből áll. Nem véletlenül, mert ott ég a leginkább a tűz, és ott van a legnagyobb baj. Akár Dózs Dávidról beszélek, akár Pakuza Zoltánról, akár Apáti Istvánról. És képzeld el, érdekes, hogy miért nem kérdezel rá Fülöp Erik munkásságára, aki környezetvédelemmel és állatvédelemmel foglalkozik, nagyon magas szinten és nagyon sok munkát belefektetve. Mert képzeld el, hogy a környezetvédelem vagy az állatvédelem, ez megint csak a hazaszeretetből és a nemzetszeretetből fakadó dolog. Legalábbis akkor a legszervesebb. Nem Greta Thunberg fogja nekünk megmondani, hogy hogyan kéne nekünk hozzáállni a műanyag szennyezéshez vagy bármihez. Miért nem a kis Greta? Azért, mert ez egy belső motivációs kérdésnek kell lenni. Senki nem fog szelektíven gyűjteni szemetet csak azért, mert kívülről azt mondják neki. Egyébként ezt egy aljas becsapásnak tartom, és a termékgyártók adnak nekünk olyan anyagokat, ami miatt nekünk kéne szelektíven gyűjteni, de talán ezt egy másik vitában esetleg átbeszélhetjük nagyon szívesen. Hanem azt gondolom, hogy a környezetvédelmünk, az állatvédelem, az a közegünk, a portánk védelme. Tehát hagyjuk azt, a szocializmus bezárta az embert a lakás meg a ház ajtó mögé. És onnétól kezdve az a köztulajdon, az nem érdekes, az mit tudom én. Hát nem így lehet élni, gyerekek, hanem úgy, hogy a kiterjesztett portámra is ugyanúgy figyelek. És így lesz szép és egészséges és harmonikus az egésznek a látképe. Arról beszéltél, hogy a nemzeti radikalizmus az egy több száz éves szellem, vagy egy több száz éves ideológia. Hagyományozódás, igen. Hagyományozódás. Kik a nemzeti radikalizmus nagy teoretikusai? Kik a nemzeti radikalizmus szellemének ezek az apostolai, a nemzeti radikalizmus nagy gondolkodói? Meg tudsz nevezni ilyeneket? Erről mi is sokat beszélgettünk egyébként, és még akár viták is kialakulhatnak közöttünk. Tehát például senki sem feltétlenül politikusi nagyságnak tartja a közösségünkben Hortit. Én mindenképpen őt annak tartom. Erről is beszélgethetünk. A vicc az, hogy ez a nemzeti radikalizmus valóban nem egy olyan eszme, mint a nagy 20. századra kikristályosodott, vagy éppen barbarizálódott eszmék, amelyeknek valóban vannak híres alkotóik, filozófiai alapvetései, esszéi, stb. Tehát nekünk nincsen Marxunk, Engelsünk, Leninünk, Adolf Hitlerünk, vagy akár Milton Friedmanünk. Ilyenek nincsenek. Lehet, hogy ez még előttünk áll ez a feladat, hogy ezeket megalkossuk, és lehet, hogy éppen ez a politikai küzdelem fogja kitermelni azokat a teoretikusokat, akik aztán a történelem bizonyítékaként azok is maradnak. A Mi Hazánk léte és fasizmusa egyaránt a Fidesz érdeke. Azért fogalmazok így, hogy fasizmusa. A Mi Hazánk nemzeti radikalizmusa nem a Fidesz érdeke, mert ha a Mi Hazánk nemzeti radikális, akkor legfeljebb a túlmozgásosabb, meg pókemberebb nemzeti radikalizmusával. Az első mondatoddal egyetérek, tehát nem érdeke a Fidesznek valóban a Mi Hazánk nemzeti radikalizmusa. Nem értesz egyet, én azt mondtam, hogy kifejezett érdeke a Fidesznek. Akkor nem értek egyet, és nem érdeke. Igen, de kifejezetten. Ebben a modern fasiszta kontextusban, mert ugye a modern termelte ki a fasizmus, tehát a fasizmus egy modern ideológia. Egyébként erről nem beszéltünk nálam, a fasizmus az egy államirányítási módszer, és én inkább a korporatív állam által vezetett gazdaság irányítási modellbe látom a fasizmus lényegét. Ja, és ti nem így gondolkodtok erről. Nem. Ti nem az állam által akarjátok vezetni a kapitalizmust. Ez azt jelenti, hogy ti a szabad piacban hisztek. Nem ez a kettő létezik. Nagyon sok fokozat van. Élet és halál között is nagyon sok fokozat van. Nevezd meg egyet. Például balesetet szenvedsz, és tolószékbe kerülsz. Az egy élet és halál közötti fokozat. Értem, nem élhetsz teljes életet, de nem is haltál meg, de értesz, ha nem is értesz egyet. Nem értünk egyet, én érteni vélem. Azt mondom, a paternalista államba hiszünk, igen. De ez nem azt jelenti, hogy diktatúra módjára a minden egyes hálószobába befurakszunk, mint állam, ahogy ezt tették a 20. századi diktatúrák. Hát ez azt jelenti, hogy az állam erős szerepvállalásra készül a ti szellemetekben, a ti eszmevilágotokban, a kapitalizmusban. Felelős szerepvállalásra, egyébként módosítanám. Hát de mi a különbség a korporáció és e között?
Tényleg van különbség? A megvalósítás. Most én értem, hogy más szavakkal fejezett ki az egyiket, és mással a másikat, de tényleg mi a különbség? A megvalósítás. Ugyanis ezek elméletek. Mi itt elméleti síkon vitatkozunk, és úgyis a gyakorlat dönti el. Igen, és a gyakorlatban mi lenne a különbség? Mi lenne a különbség? Tehát nem szabad piac, de nem korporáció, hanem na most ez a harmadik neked, dolog, hogy... ez nincs föltalálva. Jó, akkor elmondom neked, hogy ugye van egy tapasztalásunk arra, hogy milyen, amikor az állam csinálja a gazdaságot. Ezt úgy hívják, hogy szocializmus, aminek a vége csőd gazdasági szempontból. És van egy tapasztalatunk arról, hogy mi a szabad kapitalizmus, és erről te is beszéltél, ha jól emlékszem, ez azt jelenti, hogy a kis egyéni vállalkozó a kis házi tejével kiül az út szélére egy Lidl vagy egy Tesco mellé, egy multival szembe. És akkor ki lesz sikeresebb, ugye, nyilvánvalóan. Ez a két véglet. Én azt gondolom, hogyha például az állam azzal a szemüveggel áll hozzá a gazdaság irányításhoz, hogy családokat juttassunk megélhetéshez és gyarapodási lehetőséghez. Ebben mindenki egyet fog érteni. Ebben minden egyes párt egyet fog érteni, ez semmit nem jelent. Tehát az a baj, hogy ezek lózungok. Tehát ez az igazi baj, hogy tudod, a családoknak több jusson. De ha ez lózung, akkor minden lózung. Hát bizonyos alapfogalmak, bizonyos sarokfogalmaknak ott kell lennie. Nemzet, család, közösség, gyarapodás. Most csak mondtam pár dolgot. Nem én írom a Mi Hazánk programját egyébként. De amit látok az épülő programírásból, amit Laci is, az elnökség is megoszt velünk, belül is, vagy akár kívülre is, azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, hogy ezek a szavak legyenek az alappillérei a Mi Hazánk politikai programjának, amelyet valóban nagyon remélem, hogy mindenki értő füllel fog hallgatni, és úgy fog szavazni. Azért, akár te is. Azért fogalmaztam úgy, hogy a Mi Hazánk léte, puszta léte és fasizmusa egyaránt a Fidesz érdeke. De nem fasiszta a Mi Hazánk. Akkor úgy fogalmazok, hogy a Fidesz érdeke... kemény magyar, magmagyar, bárminek nevet, csak hagyjuk fel ezt a poros úgy, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy fasiszta legyen. És akkor ezért fasisztázott te a Mi Hazánkat? Nem, szerintem egyébként az, a rosszabb esetben, a jobb esetben még csak az se. Uh-huh. Hát, én azért bízom az utóbbiban, de persze lehetséges, hogy az előbbi. Nagyjából azért vagyok itt, hogy ezt eldöntsük, hogy melyik a kettő közül. Tudod, a nemzeti radikalizmus írja le a Mi Hazánkat, ami egy blöff, vagy a fasizmus, ami egy realitás, ami egy ideológiai eszmei realitás. Melyik a kettő közül, és hogy ezt kéne eldönteni. Jó, nem vagy hajlandó lerakni a garast, nem. Se ide, se oda. Mert hamis választás. Van azért... egy harmadik lehetőség, hogy a Mi Hazánk tölti meg jelenleg a nemzeti radikalizmus fogalmát tartalommal. Ez a harmadik lehetőség, és ezért harmadik út a Mi Hazánk. Akkor a Fidesz az mit csinál? A Soros György elleni szabadságharcával. Hát szabadságharcol a Soros György ellen? Hát ez nem nemzeti radikalizmus? Nem. A Soros György elleni szabadságharca. Nem, ez marketing Viktornak. Radikalizmus. Ez nemzeti populizmus, hogyha már ilyen értem, tehát ti vagytok az igaziak. Ez az. Ti vagytok az igaziak. Tehát ti vagytok azok, akik... Ti nem pusztán, tehát ti jobb menedzserei vagytok a nemzeti radikalizmusnak, mint ajánlok a Fidesz. Ajánlok egy római fogalmat, tehát mi a jobb gazda gondosságával bíznánk a ránk bízott dolgokra. Uh-huh. Tehát bízhatnánk ránk a dolgokat, bocsánat. Tudod, a jó gazda gondosságában kell a kölcsönadott tárgyra vigyázni. Egy római jogi alapvetés, egyébként a mai tehát napig él. Ti jobban csináljátok, ez azt jelenti, hogy azért ti igazán jól csináljátok a nemzeti radikalizmust, ami azt jelenti, próbáljuk. Hogy ti kicsit militaristábban, egy kicsit antiszemitábban, kicsit cigányozósabban, ahogy amatőrökhöz illik. Tehát nem úgy, ahogyan a nagy céges profik csinálják, úgy, ahogy a multik csinálják, úgy, ahogyan a rendes menedzserek csinálják, a Lázár Jánosok, a Gulyás Gergelyek, azok, akikre tényleg szektorokat, országokat bíznak. Nem a Fideszséget szeretnénk jobban csinálni. Egyébként még egyszer visszautasítom ezeket a poros, hülye, kicsit katedrai, nem te vagy a hülye, a kifejezés, kicsit katedrai izmusokban burjánzó kifejezéseket, a militarizmus, meg antiszemitizmus, meg megbeszéltük, nem cigány ellenesek vagyunk, hanem cigánybűnözés ellenesek. Nem militánsok vagyunk, hanem rendet és erőt sugárzók.
nem vagyunk antiszemiták, hanem egyébként, ha akarod, beszélhetünk a zsidóságról is. Azt gondolom, hogy megint csak egy befogadott népcsoportról van szó, és sajnos a 17-es bolsevik törés az okozott egy olyan nemzetköziséget, amely nemzetellenességgel társulva, igenis, egy torz közösségi magatartás eredményezett az olyanok számára, akik önmagukat kulturálisan zsidóságukba exponálják. Szóval azért fogalmaztam, és mindjárt szóba hozom a Niedermüllert is. Szóval azért fogalmaztam úgy, hogy a Mi Hazánk léte és fasizmusa egyaránt a Fidesz érdeke, mert a fasizmus egy modern eszme. Ellentétben a nemzeti radikalizmussal, ami egy posztmodern blöff. A modern fasiszta kontextus, amit a Mi Hazánk képez a magyar politikának és a Fidesznek. Legalább tedd hozzá, hogy szerintem. Kérlek. Onnan tudod, hogy szerintem, hogy az én szám mozog, miközben hallod. Oksa. Ez a modern fasiszta kontextus, ez úgy képez egy 20. század élményt a Fidesz mellé és a magyar politikának, hogy már ne lehessen a Fidesztől megijedni. Ezért érdeke a Fidesznek, hogy a Mi Hazánk jelen legyen a politikában, ezért finanszírozza a Fidesz 1000 különböző csatornán keresztül a Mi Hazánknak a tevékenységét, amíg a Jobbikot 1 milliárd. Tehát az ördög adja a szarvait a csodaszarvasnak, hogy inkább azt higgyék ördögnek, és attól ijedjenek meg, erre célzol? Amíg a Jobbik 1 milliárd forintos számvevőszéki büntetés szenved el, addig a Mi Hazánkot pedig hát finanszírozza a NER, és hát azért finanszírozza a NER kifejezetten, mert az ő posztmodern nemzeti radikalizmusának akar finanszírozni. Te magad képe... vagy az élő példa arra, hogy 4 millió forintból is országos hatású kampányt lehet csinálni. Akar képezni egy modern kontextust a saját posztmodern nemzeti radikalizmusának, hogy a 20. századból visszamaradt tényleges fasizmustól, az emberek visszahőkölve, az orbáni nemzeti radikalizmust már ne éljék meg fasizmusként. Ennyire nem is el abba, hogy a magyar közösség ma 2020-ban is alulról jövően kitermel valamit. Ennyire biztosra veszed azt, hogy bármi, ami a politikai térben, mondjuk a nemzeti oldalon felbukkan vagy látható, az a Fidesztől jön. Volt idő, amikor alulról szerveződött a nemzeti radikalizmus, ennek 2006-ban volt a szezonja. Láttuk, hogy milyen az, amikor alulról szervesen megszerveződik valami. Ez ma már nem alulról szervesen szerveződik, ezt ma már felülről a Fidesz szervezi. Ezt én belülről állítom neked, tavaly működött 3 darab alapszervezet Budapesten, most majd mindenütt van. Semmi köze nem volt ehhez a Fidesznek. Semmi köze. Sőt, mi azzal küzdünk, hogy a Fidesz kvázi ül a mi szavazóinkon. Én tavaly május 1-én kint voltam a Hajógyári szigeten, ahol ott a Nemzeti Majális keretében. Melyikkel, a Jobbikon vagy a milyenkel? Egymás mellett volt a kettő, nem lehetett elvéteni. Nem bizony. Ja, és így nem is lehetett elvéteni, hogy az egyik az egy ilyen nyomorúságos sátor volt, a másik az pedig egy, hát a Pannongiesen világzenei nagyszínpadát idéző rendezvényhelyszín. És hát melyik volt a Mi Hazánk? Most várjál, hát a gázos világzene az a 30 fős Jobbik rendezvény volt, nálunk meg tömegek gyülekeztek. De nem az a kérdés, hogy hol milyen zene volt, hanem hogy melyik helyszín mennyi, hány forintból létesült. Ez a döntő kérdés. Én értem, hogy ti nálatok jobb volt a zene. Van neked tapasztalatod arról, hogy egy rendezvény az hogy meg miből épül föl? Egyébként van neked arról tapasztalásod, hogy milyen pénzt kell vezetni az árusokból, azok milyen, mert én például árultam jelvényt meg könyvet is még 20 éves koromban. Ti adtátok el a sok könyvet, ezért lett akkor a színpadotok. Hát sokkal több jelvényt tudtatok eladni. És lehet, hogy hozzá olcsóban jönnek el a zenekarok. Annyira cinikus az érvelésed, hogy az valami elképesztő. Mondom, az egyik, az egy színpad volt, egy óriás színpad, a másik az pedig egy nyomorult sátor. Az egyik helyen sok ezer fizető vendég volt, a másik helyen meg csak a milliárdok. Az egyik mögött egy országgyűlési párt volt, egy 20%-os választási eredménnyel. A másik 6%-os EP választás, ne felejtsd. A másik, igen, de tudjuk, hogy mekkora állami finanszírozás volt az egyik mögött, tudjuk, hogy mekkora volt a 2%-os Mi Hazánk mögött. Igen. Na, tehát akkor... 3,3 csak, bocsi. Nem nehéz szabad szemmel is látni a Fidesz finanszírozását
a Mi Hazánk mögött, akár csak egy ilyen rendezvényen. Nincs Fidesz finanszírozás a Mi Hazánk mögött, ezt én büntetőjogi és minden egyéb felelősségem teljes tudatában kijelenthetem. Alig tudunk a legfontosabb alkalmazottakra is kiszorítani pénzt. Az országgyűlési képviselői keretekből működnek a munkatársaink. És napi szintű gondjaink vannak. Ha már így kérdezed, én nagyon szívesen elmondom, ha nem lelkesedésből társai munkába hajtanák végre a feladatokat több százal a párton belül, nem csak a vezetők, hanem akár a grafikusok, a nyomdászok is olcsóbb árajánlatot adnak nekünk, mint egy piaci megrendelőnek, mert magunk fajták. Mert ők is hisznek benne. Mert ez egy közösség. Ami, uram, bocsán, még a piaci szabályokat is képes megszegni. De ettől még nem leszünk sem fasiszták, sem szekták, sem Fidesz által finanszírozottak. Biztos nagyon fáj a Fidesznek, hogy van valami, amit ő nem tud uralni és finanszírozni. És ez a valami, ezek mi vagyunk. Na, de most már csak tudod, az a kérdés, hogyha tényleg létezik a nemzeti radikalizmus, és az tényleg egy ideológia, nem pedig egy blöff, akkor kéne, hogy legyenek előzményei, kéne, hogy legyenek olyan ideológusok, gondolkodók, teoretikusok, már egyszer feltettem ezt a kérdést, akikhez vissza lehet nyúlni, mert szeretném megragadni, tehát szeretnék tényleg... Ajánlom mindenkinek a teljes magyar irodalmat és a teljes világirodalmat oda-vissza, és ezt tényleg nem tudom szűkebben megjelölni. Nézd, ha bármi, akkor semmi. Nem erről beszélek. Egyébként én egy intelligens, egy kulturált dolognak tartom a nemzeti radikalizmust. Tehát lehet, hogy te azt látod belőle, hogy de én meg mást veszek ki belőle, és más a saját személyes tapasztalásom is, úgy, mint alapszervezeti vezető, vagy úgy, mint budapesti alelnök, vagy úgy, mint aki a párt kommunikációjával foglalkozik. Jó, csak olyan jó lenne, hogy mondjam, tényeket hallani, mert valamiből le kell vezetni azt, hogy mit jelent a nemzeti radikalizmus, miben különbözik Orbán Viktortól, mit jelent a fasizmus, miben különbözik tőletek. Ha előről kezdjük, akkor engeddek, hogy meglátogassam a lovamat, mert sok lesz. Akkor nem, csak azt magyarázd el nekem, légy szíves, hogy Gömbös Gyula vagy Orbán Viktor? Egyik Na. sem. Jó. Mi a probléma? Mi Adolf a probléma? Hitler vagy Josip Stalin? Tessék, Robi, válasz. Nézd, az a Hitler meg a Stalin között választani nekem, aki soha nem árultam egyékényen egyikkel sem, már bocsáss meg. Szívemből beszélsz. Nem látom be, hogy miért kéne. Ezzel én mikor árultam egyékénye Gömbös Gyulával vagy Orbán Viktorral? Onnan, ahonnan én nézem, hozzátok ez a két figura áll a legközelebb. Tehát a te fókuszod ez. Akkor mondj ez. Jobban, de nem, jó, oké, rossz példával éltem, mert nem értem a nemzeti radikalizmusokat. Akkor nevezd meg azokat, légy szíves, azokat akkor a történelmi mondom, előképeket. Telekipál jó lesz, egyik személyes kedvencem. Kár, hogy öngyilkos lett, ha öngyilkos lett. Telekipál. Igen. Aki a Pusztolyf hasonlattal élte a magyarság vándorlását illetően is. Korai tanulmányairól beszélek. Nézd. De akkor viszont ez azt jelenti, hogy a zsidó törvényeket is helyesnek tartod, mert ő azok kidolgozásában részt vett. Az első zsidó törvényt azt a főrabbi tartotta a leghelyesebbnek, hogy végre van státuszunk Magyarországon. Mehetünk ilyen játékokba. Én is jártam a bölcsészkarnak azon a folyosójára, ahol ilyen beszélgetések voltak. De most ne haragudj, ez szerintem egy releváns kérdés, hogy telekipál. Tényleg ez a releváns törvény. Kérdés, hogy telekipál meg zsidó törvények? Te bocsássál meg, nevezted meg telekipálnak. Senki nem kényszerítette a százba a telekipált. A korai tanulmányairól beszéltem, amelyben a magyarság európai történetét a puszta öv hasonlat mentén adta meg, és ez nekem szívem szerint ez nagyon tetszik, hogy a pusztán a magyarság az úgy hánkolódott, mint egy végtelen óceánba, és egy nagyon gazdag, megélhetésre alkalmas szigetként jött a Kárpát-medence szembe. Aztán ennek vannak különböző ideológiai, történeti leágazásai, de ez a központi képe, és ezeket a korai tanulmányai nekem legalábbis nagyon tetszettek még, amikor kutattam. Jó, értem, csak tudod, én azt szeretném érteni, hogy tartalmi igényel, tudod, nem ezekkel a frázisokkal, hanem tartalmi igényel, egy politikának az igényével, egy konkrét politikai ideákon keresztül, vagy konkrét intézkedések, miniszterelnöki intézkedéseken keresztül tudnánk közel kerülni ahhoz, hogy ti mit képzeltek el, miben értetek egyet. Nagyon jó, a telekipállal, te megnevezted telekipált. Én fölhoztam az első zsidó törvényt, amit hát konkrétan a telekipál terjesztett be. Tehát itt az jogos az a kérdés, volt, hogy azt mondanád, hogy a zsidó törvény például helyes volt. Az már egy, tudod, az de már egy te olyan... akarod hallani. De
végre tudnánk miről beszélni. Lenne konkrétum, nem arról lenne szó, hogy csak a nemzet, meg nem arról lenne szó, hogy a nemzeti érdek minden előtt, meg hogy a nemzetet egy olyan befogadó közösségnek tartjuk amely. Szeretnél konkrét miniszterelnök hallani, amit támogatok? Hát, akkor beszéljünk erről az első torockai kormány idején. Ez úgy hangzott, mint egy átok. Én csak azt szeretném, hogyha furcsa volt ezt így hallani. Egy olyan, nagyon, nagyon rossz. Ez a... Barátkozz meg vele. Nézd, én csak azt szeretném, hogyha tudnál mondani egy olyan politikust és politikát, amelyhez vissza akartok nyúlni, vagy amelyhez képest ti a politikátokat, ti a meggyőződéseteket reprezentálva látjátok. A programotokat, az elképzeléseiteket, annak a Magyarországát akarjátok, annak a politikáját akarjátok. Értelek, nem tudok ilyet mondani, és nem is fogok ilyet mondani, és nem is baj, hogy nem tudok ilyet mondani, ugyanis biztos, hogy nem szeretnénk egy visszatérés sem, semmelyik korábbi magyarországi állapothoz. Bár vannak olyan tendenciák, amikor példaértékűen viseltetett Magyarország, de biztos, hogy nem szeretnék egyikhez se visszatérni. Pont ez a lényege az ésnek, a háromszor aláhúzott ésnek. A haladás oldalról beszélek most. Hogy a modernkori kihívásokra modernkori válaszokat kell adni, és ezekhez a válaszokhoz egyébként nyilván nyújtanak támpontot a magyar történelem nagy nemzeti alakjai. Rákóczi vagy Tököri, akiket emlékeztél, akár Zrínyi, a nagyapa is, meg az unoka is, Dobó István nevét említettem, Horthy nevét említettem, nagyon érdekes vita a Kossuth vagy Széchenyi, talán a kettőből kellett volna egyet összegyúrni, és más lett volna a történet. Talán, ha tudja Deák Ferenc, hogy a húsvéti cikke mihez fog vezetni, gondolok itt az első világháború és a monarchia széttörésére, akkor nem húsvéti cikket, hanem forradalmi lázító beszédet ír. De most egy percre engedj, kikérlek. Mindjárt jövök. Gyakorlatilag hozzászólt volna a kérdés. Legyen ez a végszó. Nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt a mi vitánk. Te kitől akarsz kérdezni? Tőlem. Te, Robi, miben látod a nemzeti radikalizmusnak a minőségében lévő romlását? Ugye most, ha történelmileg végigmegyünk, amit sajnálok egyébként, hogy a vitapartnered nem mondott el, hogy például az első ilyen komolyabb szereplő ugye Csurka István volt. Ugye láttuk, hogy ő mit ért el. Láttuk utána a minőségbeli romlását a Jobbiknak, és ezt követően a jelenlegi, hát most a Mi Hazánk új nevén Mit Anyánk és egyéb hasonló formátumát. Szerinted ennek mi volt az oka? Én azt tapasztalom, hogy a magyar politikában ez a minőségi romlás, ez a törvény. Ez az alapvető törvény. Minden ebbe az irányba hat. Kvázi olyan, mint hogyha egy lejtőn csúszna lefelé a romlásba az összes párt. Minden párt a megalakulásának a szellemét eladja. Pozícióért, megélhetésért, miniszteri posztért, képviselői posztért, hogyha már nagyon-nagyon jól csinálja, akkor már szektorokért, akkor már országrészekért, megyékért. Én azt gondolom, hogy ez alól a Jobbik sem kivétel. Azokat a pártokat, amely pártok a Fideszen és a DK-n kívül, vagy a Fidesz és a DK között tanyáznak, ezeket a pártokat a Fidesz és a DK, Orbán Viktor és Gyurcsány közös erővel vagy kivásárolja, vagy ledarálja. Vagy elveszi a kedvüket a politizálástól, vagy meghozza a kedvüket a NER-be, vagy a Gyurcsány szektába való belépéshez. Igazad van. Vagy így, vagy úgy. Én azt gondolom, hogy a Jobbikkal is ugyanezt történt. A Jobbik megpróbálta megőrizni az autonómiáját, és megpróbálta megőrizni az elveit. Ez a kettő, ez így együtt nem ment. Ezért aztán szétszakadt.
a Jobbiknak egy része elveszejtette az elveit. És megmaradt az autonómia vagy az elv közül bármelyik is? Az autonómiája a kettő közül bármelyiknek. Tehát, hogy a Jobbik azt mondta, hogy vagy az elveit, vagy az autonómiát kívánta megőrizni, ezt nem bírta mind a kettőt megőrizni. Melyik maradt meg a kettő közül most? Hát én azt látom, hogy a Jobbik az először elveszejtette az elveit annak érdekében, hogy megőrizze az autonómiáját, majd az autonómiáját is elveszejtette. Tehát a Vona Gábor elveszejtette az elveket, de megőrizte az autonómiát, majd Jakab Péter elveszejtette az elvek mellé az autonómiát is. És most már Gyurcsánnyal szövetkezve akarja leváltani Orbán Viktort. Ja. Ehhez képest a mi hazánk előbb a Jobbikon belül elveszejtette az identitását, meg az elveit, majd amikor kiderült, hogy ez nem eredményez miniszteri pozíciókat, nem eredményezi az ország átvételét, kiderült, hogy a mefisztói alkú hát annyira nem volt sikeres, mert a sötétség fejedelme nem fizetett elég busásan a Jobbik politikusainak értékes lelkéért. Hirtelen azt mondta, hogy hoppá, hol vannak az elveink? Hát csak 2 éve veszejtettük el őket, gyorsan vegyük vissza őket. Visszatért az úgynevezett elveihez, ez tagadhatatlan, visszatért az úgynevezett elveihez, a nemzeti radikalizmusához, fasizmusához, hát most ha akarjuk, hogy jelentsen valamit, akkor a fasizmusához. Tisztelj meg azzal, hogy nemzeti radikalizmusnak hívod, kérlek. Jó, csak akkor mi az Orbán Viktor? Akkor arra kéne egy definíciót találni. Egy következő alkalommal nagyon szívesen beszélgethetünk végig Orbán Viktorról, és jó, lehet, rendben. Hogy több mindenben egyet fogunk érteni, mint hinnéd. A lényeg, hogy a mi hazánkos brigád a Jobbikon belül elveszejtette először az elveit, majd visszament a két sarokkal visszament oda, ahol az elveit felejtette, a szemétdombon, azokat onnan összekaparta. Szemétdomb. Hát szemétdombra. Hát most Vona Gábor nagyjából a nemzeti radikalizmust a szemétdombra hajtotta. Hajította. Aha. És a mi hazánkosok visszamentek két saroknyira oda a szemétdombhoz, ahova a nemzeti radikalizmust, akkor hívjuk most a kedvedért így, a Vona Gábor hajította, és összekaparták. Hát most az a májkrémes zsömle, jó, hát most egy kicsit a hangyák megtámadták, de azért még ehető. És visszarakta a zsákba, azt mondta, hogy na hát itt vannak az elvek, és ezeknek az elveknek a birtokában gyorsan föl is adta az autonómiáját, és most már hát mi más, mint a Fidesz segédcsapata. Ez történt. De a romlás mindkét brigád esetében megfigyelhető, és a romlásnak az iránya az mindössze kétféle lehet a magyar politikában. Miért van az, hogy vagy Orbán Viktor zsebében romlik, vagy Gyurcsány Ferenc zsebében romlik? És kinek az érdekét szolgálja, hogy bármilyen kezdeményezést a jobb oldalon, az Fidesz segédcsapat, meg Fidesz báb, meg Fidesz tagozat. Hát nem ez a NER-nek a képviselése, jó, amit nem, te mondasz? Bocsáss meg, de én azt látom, hogy a Fidesz élvezettel használja a mi hazánkat. Az más kérdés, hogy megpróbálja. Biztos van ilyen tendencia, a médiakommunikációban tetten érhető. De világos, csak hogyha nem látnám a Novák elődöt a hátára fordulni, aztán meg megint bukfencezni, aztán meg pitizni a kockacukorért, akkor az lenne az élményem, hogy hát a Novák elődöt próbálják használni, de a Novák előd bemegy a hírt TV-be, és ahelyett, hogy elvenni a kockacukrot, beleharap a gazda kézfejébe. Hát, hogyha ezt látnám, hogy a Novák előd a gazda kézfejére harap, és ráfog, akkor azt érezném, hogy na hát itt még megvan az autonómia. De amikor azt látom, hogy a hasára fordul, aztán átfordul a hátára, jó, és a lábait az ég felé fordítja, bocsáss meg, de az sőt, az érzésem, a farkát is csóválja. Igen, értjük. Na de... Mi volt neked a célod, amikor bementél az RTL klubba? Amikor te, mondjuk azt mondom, te mint Novák előtt bementél a Hír TV-be, vagyis Puzsér Robert bement a bulvárba, és te megmondtad, hogy te egy valamint aggódtál, és ezen gyötörted magad, hogy véletlenül se ízesülj egy picit se össze a bulvárra, hogy megőrizzed azt a kemény, kulturális centrumból fakadó kriticizmust, a puzsérságot, amit szerintem itt mind végtelenül tisztelünk, akkor miért vádolod meg Novák előtt azzal, amikor ő megy be most Puzsér Robertért az RTL klubba? Mert fontos, hogy képviseljen valamit. Ha te azt láttad, hogy én az RTL klubban a kereskedelmi tévézést a jelenlétemmel és a szerepemmel legitimálom, akkor igazad van. Akkor az analógiát helytálló. Én a magam részéről azért mentem be az RTL klubba, hogy a TNT-t ott detonáljam, ahol a pókfészkel.
Na most, hogyha én jó, a Novák elődön... Szerintem van-e az attól nagyobb TNT, hogy a Novák előd, mint Mi Hazánk, bemegy a Fidesz TV-be, és mutatja, hogy a Mi Hazánk tökösebb, mint a Fidesz. Mi? Mert mértem az X, rá, mértem a Fidelitás bent fel a létrára. Arról van szó, hogy rá... Ja, világos, hát azt jelzi, hogy a Mi Hazánk az még radikálisabb. Tehát még a, Fidesz nemzeti radikalizmusára is rá tud rakni egy lapáttal. Tehát ez nagyjából az analógiádat megtartva olyan, mintha én bementem volna az RTL klubba, és azt mondtam volna, hogy gyerekek, kurva rövidek itt a reklámblokkok. Tehát itt 10 perces szaros reklámblokkok, itt legalább fél órás reklámblokkok kellenek. Na azért ne haragudj, de én úgy látom, hogy az talán nem épp ez volt. Tehát te nem egy markánsabb nemzeti politikai kifejezésnek tekinted a ostromlétrázást, akkor nevezzük így, hanem te még fideszesebb Fidesz dolognak tekinted. Hát egy fideszes aktivista, egy népi néppártos, az nem mer neki menni egy társadalmi csoportnak se, országon belül. Ugyanazt csináljátok, mint amit 98 és 2002 között Csurka mondok még István. Jobbat. Csurka István csinált. Egész Európa cseszteti az Orbánt a kerítés miatt, pedig az torockai kerítésnek kéne hívni, mert ő az, aki először javasolta. Ő az, akit először a Jobbik saját elnöksége is a javaslatát lesöpörte, és a Fidesz potensek maguk is hónapokon keresztül azt mondták, négy szem közt is, meg nyilvános, hogy szó sem lehet kerítésről. Uh-huh. Aztán Hende Csaba lehelikopterezett a Lacihoz, és megkérdezte, hogy miért is kell ez a kerítés. A Laci pedig megmutatta, és most már van kerítés, és lehet, hogy ez is kevés lesz. Hát a helyzet az, hogy a nemzeti radikalizmus, mint olyan, az egy érzület. Ebben az érzületben zajlik egy nemtelen licit. Ebben a licitben ti, nem zárom ki, tényleg rá tudtok licitálni a Fideszre. Képesek vagytok arra, hogy rá licitáljatok a Fideszre. De ez miben különbözik attól, amit Csurka István csinált 98 és 2002 között, amikor azt mondta, hogy mi a Fidesznek az ellenzéki lelki ismerete vagyunk. Tulajdonképpen a parlamenten belüli külső lelki ismerete, kiszervezett lelki ismerete. Mi vagyunk az igazi Fidesz, és hogyha a Fidesznek nem kellene a Soros kedvében járnia, hogyha a Fidesznek nem kellene a globalista, atlantista szellemnek megfelelnie, akkor a Fidesz lenne a miép, és akkor a Fidesz is ugyanezt képviselni. Mit mondott Csurka István? Mi vagyunk, mármint a miép, a kompromisszummentes Fidesz, a Soros Györggyel nem haverkodó Fidesz, a globalizmust, az internacionalizmust, a kozmopolitizmust, atlantizmust elutasító Fidesz. Most ehhez képest most nem nagyon látom a különbséget. Ez egy generációval ezelőtti gondolat, egyébként segítek egy kicsit. A Mi Hazánk ugyanezt csinálja. Mi magunk közt, azt szoktuk mondani, hogy... A Mi Hazánk azt mondja, hogy abban különbözünk a Fidesztől, amiben a Fidesz nemzeti radikális. Mi nemzeti radikálisabbak vagyunk, mint a Fidesz. Valójában ez nem egy tartalmi különbség, hanem arról van szó, hogy ti ezt az érzületet úgy vélitek, hogy meggyőzőbben tudjátok előadni, mint a Fidesz. Sőt, úgy véljük, hogy a Fideszben nincs belül ez az érzület benne. Mi úgy gondoljuk, hogy álnemzetiségről van szó. A Fidesz megérkezett egy politikai oldalra. Mi nem szoktuk elvándorolni semmelyik oldalra. Sehonnan. Tudod, centrum vagyunk, maradunk a helyünkön. Na most egy kicsit segítek, mi benfentesen azt szoktuk mondani, hogy valakinek a Fidesznek is kell fogni a kezét. Én meg azt mondom, hogy ha lejár a NER, mert ha más nem, Orbán Viktor meghal, vagy más dolog történik, akkor a mi felelősségünk lesz, hogy ne legyen megint tanácsköztársaság, vagy ne legyen egy újabb Trianon. Ennyi. Jó, hát ti lesznek az Orbán Viktor után. Ha már nem lesz Orbán Viktor, mert az a csapás éri a magyar nemzetet, hogy elveszíti a vezérét, akkor itt lesztek ti, akikre támaszkodni lehet. Mert akár. Marad az a rohadt farkasfalka, hát jó, hát ti vagytok az Orbán Viktorok az Orbán Viktor nem, után. Ti vagytok az Orbán Viktor cseréi. Ti vagytok Orbán Viktor, ha Orbán Viktor megsérül... A 2.0-as Ha Orbán Viktor megsérül, mert Soros György lerúgja, ti már ott vagytok a cserepadon, és már melegítetek is. Hát inkább mi jöjjünk, mint a Gyurcsány. Na ez egy érv! Na végre kaptam egy érvet mellettetek! Na, két óra után eljutottunk egy érvhez, akkor igen, folytassuk igen. Innen, Robi! Van kérdés?
Levente, hozzád lenne kérdésem. Illetve először Robinak annyit mondanék, hogy a MIÉP és a Mi Hazánk között igazából annyi volt a különbség, hogy a MIÉP valódi nemzeti radikális párt volt, a Mi Hazánk pedig ezt megjátsza. Az egyik érvem emellett csupán annyi, hogy a MIÉP az nem szavazott mindig minden egyes parlamenti szavazásnál együtt a Fidesz-szel, míg a Mi Hazánk folyamatosan ezt csinálja megalakulása óta. 10-ből 7-szer nem a Fidesz-szel szavaztunk, ne keverj össze minket mondjuk Volner János független képviselővel. Jó, ezek tények. És akkor, de hallgatlak. És akkor a kérdés. Egyébként meg ami helyes családpolitikai intézkedés, tehát a konstruktív ellenzékiség fogalmát is nem a mai ellenzék, hanem mi töltjük meg valódi tartalommal, ami azt gondolom, hogy egy európer, és minden szempontból felnőtt, és korszerű, és modern, és kívánatos dolog. Tehát, hogy ami helyes intézkedés, azt egy ellenzéki pártnak kutya kötelessége megszavazni, azt gondolom. Akár veszélyhelyzeti, akár családpolitikai intézkedésekről van szó. És a felhatalmazási törvény megszavazása is ilyen konstruktív. Az törvény azt 1933-ban volt. Jó, itt egy veszélyhelyzeti intézkedési törvény volt, tudom, melyén tudósítottam erről, ezt ne keverjük össze, már ez is balliberális ízű. Egyébként azt a törvényt igen, meg kellett szavazni, igen, mert egy olyan veszélyhelyzet állt elő, amire legutóbbi tapasztalata az emberiségnek csak 100 éve volt a spanyol nátha járvány idején, vagy az influenza átörzs, majd ugye így ismerjük, és ne felejtsük el, hogy azzal szemben sem sikerült jól védekezni, mert mai napig minden évben van influenza járvány. És mindenki készüljön fel, hogy minden évben lesz koronavírus járvány. Nekem ez a tippem. Akkor fölteszem a kérdésem. Ugye te azt állítod, egyrészt magadról azt állítod, ha tegezhetlek, hogy ezt megérdezed. Persze, kérlek rá. Ugye magadról azt állítod, hogy te világ életedben nemzeti radikális voltál, már 2-3 évtizede, ugye? 2004-ben léptem be a Jobbikba. És 9-ben kiléptél, jó. Igen. És jelenleg a Mi Hazánk tagja vagy. Így van. Hogyan férhetsz meg egy pártban olyan emberekkel, akik 2016, csak Torockai László 2016-ban a néppártosodás kezdetének évében vállalta el a Jobbik alelnökségét. Dúró Dóra a néppártosodó és cukisodó Jobbik plakátjaim volt látható Vona Gáborral együtt, és Novák előtt, aki Dúró Dóra olyat is mondott, hogy várjuk a melegek szavazatait is. Bizony, hadd segítsek. Jó, tehát ezek után, és ráadásul Novák előtt, aki ugye Dúró Dóra férje, őt kirúgták a Jobbikból, ugye? Ez is egy nemzeti radikális történelem, ha már itt tartunk. Ezek után Dúró Dóra ott mosolygott Vona Gábor mellett. Ezek után, hogy mondhatod azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom, az egy nemzeti radikális párt? Úgy, hogy ezek a tagok, akik jelenleg a Mi Hazánk mozgalom vezetői, korábbi jobbikosként végig a néppártosodás mellett voltak. Úgyhogy képzeld el, hogy ők is emberek, és képzeld el, hogy esetleg az elnök a hazudik nekik, nem veszik észre. Úgyhogy van bennük emberi és politikusi nagyság, ami lehet, hogy még bennem sincs, mert én sem tudtam megmaradni 2009-ben, bár én már akkor azokat a jeleket láttam, amelyeket sokan csak 10 évvel később láttak valóban bizonyítottnak. Folytatom. Ráadásul, mi vagyunk ugye a... Teljes, Robi, mindjárt. Tehát Orbán Viktornak a kommunistából liberálissá, majd utána konzervatíve válása is egy ilyen típusú eset. Azért nem tudott tetten érni az előbb említett Mi Hazánkos politikusokat abba, hogy a Gyurcsány segélybe mentek volna, mint a mostani jobbikosok. Azért jó tudni, hogy bent maradni egy olyan pártban, amivel ennek az elveivel nem értesz egyet, az egy emberi és politikusi nagyság. Ellentétben kilépni belőle, az meg a bukás, a gyengeség. Te valójában magadat ostorozod, amiért kiléptél valahonnan, ahol nem lett volna olyan erőterem a párton belül, hogy bent maradhassak, de nem volt olyan erőterem, egyébként a kizárásomat előztem meg a kilépéssel. Torockainak volt, Dúró Dórának volt olyan erőtere, hogy változtasson a néppártosodáson. 47%-ot kapott a Laci, 3%-on múlt, hogy nem sikerült átütni ezt a dolgot. Óriási munkát végeztek, aki mindent belefektet, mindent beletesz, az nem az ő kudarca, ha most nem sikerül. Érted? A nemzeti radikalizmusból egy lépésen belül el lehet jutni akár a konzervativizmusba, ahogyan azt Vona Gábor tette, akár a fasizmusba, ahogyan azt az én szememben Torockai László meg Novák előtt teszi. Bocsánatot kérek a fasisztáktól, hogy a Novák előtthöz hasonlítottam őket, de hát ennél jobb Magyarországon nem képződött. A helyzet az, hogy persze lehet tiltakozni, hogy az nem fasizmus, mert a Kurucinfo az valójában egy... Micsoda? Az egy demokrata hírportál. Inkább polgárpukkasztó. Pukkasztó.
Hát pukkasztó abban az értelemben, ahogyan a meszes gödrökben pukkasztják a nem hullákat, hadd segítsen. Ja. Nem, pukkasztó, tudod. Tehát, hogy így azért... Azt hittem jó kifejezés ez, hogy polgárpukkasztó. Na jó, de nem, de valójában hát... Mondjuk akkor a PC-vel szembeni legnagyobb és legolvasottabb ellenállási blog. Ez tetszik? Nem, itt csak az a kérdés, hogy meg akarjuk fordítani teljesen az értékrendet. Ne a saját szemünknek higgyünk, hanem ezeknek a frázisoknak. Azt látjuk, hogy egy... Most fordulnak ki magukból, vagy fordítatják ki azokat az értékeket magukból, amelyek korokon és rendszereken túl is értékek voltak. Amikor az látszik, ez az, hogy nem mi fordítjuk amikor ki. Amikor az látszik, hogy valaki elhagy egy pártot, amelyben már nem tudja képviselni a saját értékeit, mert az a párt elváltozott, és konzervatív lett, pedig ő nem konzervatív, hanem ő nemzeti radikális, és bent marad abba a pártba, az a jellemnek a jele. Az a politikusi és emberi nagyság. Kiszállni egy ilyen pártból, és elmenni dolgozni, és nem akarni az adóból élni, és nem akarni a befizetett pénzt fölvenni, és nem akarni Orbán Viktortól a képviselői mandátumod mellé iPhone 10-est kapni. És abba pötyögni bele, hogy ellenzéki vagyok. Meg hogy O1G. És tudod, ezt visszautasítani. A párton belül is tud küzdeni. Kiszállni és visszamenni az emberek közé. Visszamenni dolgozni. Adót fizetni. Nem felvenni, az adót befizetni. Erre mondjuk az, hogy bukás. Ez az emberi nagyságnak a hiánya. De ott maradni a húsos fazék körül, ott sertepertélni tovább, és megjátszani, hogy most éppen demokrata vagyok, most éppen konzervatív téged vagyok. Téged szét a cinizmus belülről, hogy téged idézzelek egy másik vitából. Elhiszem, hogy az a magyar tapasztalás, és nagyon sajnálom, sőt, én is egyetértek vele, hogy ez a kurva magyar politika a rendszerváltás után ez a húsos fazékról szól. De ezért... Nagyon remélem. Azok, akiket közvetlenül ismerek, akikkel együtt dolgozom, azok biztos, hogy kivételek ez alól. Mutass már még politikust, aki a kevesebb pénz irányába lépett. Tehát ez törvény. Nem, tehát reméljük, ennek jó vége lesz. Én az előző kérdésemre nem kaptam teljes választ a cigány bűnözéssel kapcsolatban, és mint jobboldali, némileg szélső jobboldali, én fel szeretnék tenni egy költői kérdést, amire majd a végén egy választ kérnék. Én azt látom, hogy a Mi Hazánk mozgalom és gyakorlatilag minden párt Magyarországon nem akar megoldást adni a cigány bűnözésre, meg magára a cigányság problémáira. Én személy szerint én úgy gondolom, én jártam egy iskolába cigányokkal, Hős utcaiakkal, csepeliekkel, én nekem nagyon sok... Én az alsó erdősorban végeztem a hétbe, tudom, miről beszélsz. Én nagyon sok helyen találkoztam cigányokkal, és személyes tapasztalatom is van erről. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerre igazuk van a baloldaliaknak is, akik azt mondják, hogy a cigányok nagy részét ugyebár a szegénység és a nyomor kényszeríti azokra a cselekedeteikre, és a jobb oldalnak is igaza van abban, hogy némileg azért a kultúra is befolyásolja a döntésüket. Viszont személy szerint azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom, meg bármely más politikai párt Magyarországon miért nem csinálja azt a cigányság helyzetének a megoldására, hogy mondjuk, és ebben az Európai Unió is szerepet játszik, hogy mondjuk azt csináljuk, hogy azt mondjuk a cigányoknak, hogy sajnálom, hogy látom, hogy nem szereted ebben az országban az életedet. Nem mondanám azt, hogy nem szeretik az országot, de vannak ilyen példák is. És azt mondjuk neked, hogy drága barátom, ott van az Európai Unió, és kiküldjük őket nyugatra, Németországba, Franciaországba, akár még Kanadába is, és ott megoldódik, és azzal mindenki jól jár, mert egyrészt megoldódik a cigányságnak a szegénységi helyzete, mert kapnak olyan szociális juttatásokat és munkákat, amikre szükségük van, megoldódik a jobb oldalnak a helyzete, mert akkor nem lesz cigánybűnözés, és megoldódik még a nyugati társadalmaknak is, ezt még végigmondanám, a helyzete, mert kapnak
hoznak olcsó munkaerőt, amely nem a muzulmán keleti, közel-keleti migráns áradat lesz, ami veszélyesebb, sokkal veszélyesebb és sokkal kegyetlenebb bűnözést okoz, mint mondjuk a cigányság. És mondjuk ez lenne rá a megoldás, és nem pedig az, amit a jobb oldal csinál, hogy beöltöztetünk középkorú embereket cserkész egyenruhába is. Mindenkinek megvolt a lehetőség. Nagyon tetszik, amit mondasz, és ez rohadt logikusnak is hangzik. Sőt, elárulom neked, hogy ahonnan én most jöttem, ugye ide a gettó, a Magyar Szigeten, ott biztos már az első mondataidnál lenne olyan felkiáltás, hogy menjenek akkor mind Németországba, stb. Megvolt erre a lehetőség, csak az a probléma, hogy amikor a kanadai közszolgálati televízió azt volt kénytelen közvetíteni egy péntek esti műsorba, hogy az úgynevezett magyarországi gyilkos rasszizmus elől menekülő cigány családnak, hát pont a nagymamája egy ilyen sokszoknyás olá asszony, az éppen egy karton sört rejtett a szoknyái alá közé vart zsebbe, csak nem tudta, hogy ott van egy kamera, és ezt fölvette, és ilyen szinten kezdett el foglalkozni az odaérkező rasszizmus elől menekülő cigányokkal, akkor a valóság ránk kiabál, hiába kopogunk be rajta ilyen szimpatikus megoldásokkal. Én azt gondolom egyébként, hogy aki sok tekintetben nem találja a helyét Magyarországon, az nem biztos, hogy csak az ország viszonyai miatt nyugaton meg fogja tudni állni a helyét. Tehát nyugaton még nagyobb fegyelemmel, még nagyobb pontossággal kell dolgozni. Ott ugye van a középosztálynak, a polgárságnak, a gyarapodásnak, a felemelkedésnek egy egészséges rétegződött hagyománya. Ez nálunk meg hiányzik. A nemzeti radikalizmusnak ez is a felelőssége, hogy egy középosztály kialakulhasson végre Magyarországon. Nem mi alakítjuk ki, csak teremtsük meg a feltételeit, hogy kialakulhasson. Azt gondolom, hogy minden olyan cigány származású ember számára, vagy bármilyen származású ember számára, aki ebbe a bizonyos, amit én magyar rendnek nevezek, szeretne visszatérni, várjuk szeretettel. Ezt értem én is, csak hát úgy gondolom, hogy hát végül is azért ez érthető, hogy ott nagyobb fegyelemre van szükség, de ezt én nem úgy tapasztalom, tekintve, hogy a nyugati civilizációk azok sokkal multikulturálisabbak, mint a magyar, némileg sokkal befogadóbbak, mint a magyar, és valljuk be őszintén, hogy... Egy dán húsgyárban sokkal aljasabb feltételek között dolgoznak, mint mondjuk egy herceghalmi raktárban, a Tesco raktára Magyarországon. Én most nem Dániára gondoltam, mert természetesen a skandinávok azok sokkal xenofóbak, hogyha fogalmazhatok így, hanem mondjuk Amerikára, Kanadára, Nagy-Britanniára gondoltam, mert ez már ki volt próbálva Szlovákiában, hogy cigány származású szlovákok mentek Londonba. Cigányok, tehát szlovákiai cigányok mentek Londonba, és sokkal jobban érezték magukat Londonban, mint Szlovákiában. A másik meg az, hogy hát valljuk be őszintén, hogy mégiscsak jobban örülnek a késelős, vagy a tyúktolvaj cigánynak, mint mondjuk annak a migránsnak, aki belehajt a karácsony. Jó, hát ilyen fokozatokat ne is állítsunk föl, mert azt gondolom, egyik 19, a másik egy ilyen 20. Tehát ilyen áron nem kell föltölteni semmit. Ha te a kedvesednek viszel haza gyümölcsöt, akkor csak azért, hogy nagyobb legyen a szatyor, nem fogsz belerakni sem nyomódottat, sem rohadtat, sem férgeset. Miért kéne azt evidenciának tekinteni? Most akkor maradjunk a frázisoknál, mert ha konkrétumokra nem érdemes rámenni, mert ott nem boldogulunk, ennyit le tudok vonni. De hogy a nemzet érdeke az előbbre való, mint az egyén érdeke, mint a nemzeten kívül bármilyen más közösség érdeke, mondjuk az Európai Unió közösségének érdeke, fontosabb, mint a bolygó érdeke, fontosabb, mint az egyetemes emberi nem érdeke. Miből következik ez? Mik az érvek, amelyek emellett szólnak, hogy a magyar nemzet érdeke az fontosabb mondjuk az egyetemes emberi érdekeknél, hiszen aki magyar, az elsőrendűen úgy gondolom, hogy mégiscsak ember, és azután magyar. Tehát, hogyha mondjuk az az érdek vetődik fel, hogy a gyerekeinknek még legyen belélegezhető levegő, iható édesvíz a bolygón, hogy még
még élhető körülmények között élhessenek. Ezek globális kihívások. Nemzeti szinten ezek orvosolhatatlanok. Súlyosabb kihívások, mint amilyenek a magyar nemzetet sújtják. Miért előbbre valóak a nemzeti érdekek, mint akár az európai érdekek, akár az individuum érdekei, akár a globális, emberi, univerzális, humánus elvek? Értelek. Azt gondolom, nem előre való, hanem az az előbre való, hogy ezeket harmóniába hozzuk egymással. Azt gondolom, hogy egy egészséges nemzeti felfogásban nem sérül az egyén érdeke, és egy egészséges tudatú nemzeti közösség tud jól együttműködni más nemzetekkel, például globális kihívások megoldásában. De akkor ez így most igazából mit jelent? Nem egymással szemben áll a dolgok. Én liberális, mondjuk liberál, polgári liberálisként mondhatom azt, hogy egy egészséges individualizmusban nem sérül a nemzet érdeke, sőt, úgy gondolom, hogy egy egészséges individualizmusban tudja csak kifejteni a nemzet a maga funkcióját. És gyakorlatilag ugyanezt mondtam el ellenoldalról, gyakorlatilag ugyanezt, illetve ugyanezt nem. Mert akkor hogy ez valójában mit jelent? Jelent valamit? Ez konkrétan? Nekem nagyon tetszik, hogy ezt mondod, ezt próbáljuk meg, csak jó magyar ízzel a szánkban. Hát valójában akkor mégiscsak egy érzületről van szó. Tehát egy érzületről, egy lelki állapotról, és egy hangulatról, meg egy... Vagy egy gondolkodási alapállásról, egy érzelmi alapállásról. Meg a pillanatnak egy élményéről, amiben ez a helyi érték, ez a nagyon értékes helyi érték, amit Orbán Viktor, hát gyakorlatilag az ország vezető ideológiájává tett, ez az érték hatékonyabban és átélhetőbben közvetíthető és képviselhető, mint ahogyan Orbán Viktor teszi. Igen. Nagyon köszönöm a részvételt ezen a vitán. A nemzeti radikalizmusról vitatkoztunk. Remélem, hogy közelebb jutottunk akár a nemzeti radikalizmushoz, akár a egymás álláspontjának a megértéséhez. Robi, én szeretném megköszönni neked ezt a lehetőséget, és remélem, nekem tanulságos volt a beszélgetés, remélem azért neked is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.